A bukott istenek egyután most ugye folytatnánk ezt a témát, egy kicsit leszűkítenénk és konkretizálnánk bizonyos dolgokra, mert az első előadásban ugye nagyon tág volt ez a téma, amit átöleltünk, és igazándiból időszűke miatt csak egy-egy kis részletekre tudtunk, vagy nem tudtunk részletesen belemenni különböző témába, csak úgy tágan értelmeztük a dolgokat, és akkor most megpróbálnánk leszűkíteni a témákat, és folytatni ezekkel a bukott istenekkel való foglalkozást. Hát ezen túl is lépünk gyorsan. A címen azért nem lépnék túl, ugye azt írtam, hogy a mítoszokba kódolt titkok. Igazándiból ezen az előadáson a mitológiával foglalkoznánk, és azzal, hogy vajon a mitológiából miket lehet leszűrni, vannak-e olyan dolgok, amelyek esetleg tényleg titkokat fednének fel, illetve ezeket a kódokat, kulcsokat vajon jól adták-e át nekünk, jól értelmezük-e, vagy pedig eltorzították. Nekem vannak ezzel kapcsolatban nagyon érdekes teóriáim, és a végén majd meg tudjuk ezt beszélni, ki mit gondol erről. Az első előadásnak az egyik fő motivuma az a spiritualitás volt, és beszélgettünk arról, hogy a spirituális ember az a kérdező és a kereső ember. És tulajdonképpen nem a fejünkben található ismeretektől függ az, hogy valaki mennyire spirituális vagy mennyire nem spirituális ember. És a másik a mítoszokkal kapcsolatban, hogy egy mítosz az akkor hal meg, hogyha nem adjuk át az üzenetét az utókornak. Illetve anélkül távoznánk, vagy anélkül mondanánk el, hogy érthetővé tettük volna ennek a mondani valóját. És mi megpróbáljuk most majd értelmezni az egyes mítoszokat, mitológiákat, vallásokat, isteneket, hogy vajon van-e más értelmezési módja, mint amit a jelenlegi tudomány az nekünk ad ezekkel kapcsolatban. És Vas Albert-től idéznék még egyet, ugye ő azt mondta, hogy az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között, és hogy ennek a hídnak a pillérébe belépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. Hát a magyarság múltjával kapcsolatban nagyon-nagyon sok mindent kihagynak ebből a pillérből, és inog is ez az egész, és én azt szeretném, hogyha sokkal több mindent beépítenénk ebből a múlt dolgaiból, mert sokkal több van ebben, mint amiről hagynak bennünket magyarokat beszélni, és hagynak bennünket tudni. Az egyik kép még az első előadásból, ugye ez a majom, aki nagyon érdekes módon félve húzódik meg egy fa mögött, egészen emberi az arcvonás egyébként. Ma azzal is foglalkoznánk, hogy ugye majom emberről beszélünk-e, vagy pedig istenkép másáról beszélünk-e, ami az embert illeti. Tovább folytatnánk azt, amit belefogtunk az előző előadáson. És mi a különbség a kettő között, és vajon ki az, aki szeretné azt elhitetni, hogy mi majom emberek vagyunk. A másik téma, amiről beszélnék ezen az előadáson, az, hogy ki is vigyáz a magyarokra. Említettük ezt a Pió atya idézetet, hogy kevés nemzetnek van olyan erős és nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak. És érdemes lenne többet kérni az ő hathatós oltalmát. Vajon miről beszélt Pió atya? Ki ez a nagyhatalmú őrangyal, aki vigyáz a magyarságra? Pedig a mi legendáinkban is vannak erről ezzel kapcsolatban olyan dolgok, amire nem nagyon figyelünk fel, nem kapjuk fel a fejünket. Hát az egész történetet vissza kell vigyük az ókorba, legalábbis amit a történelemtudomány ókornak nevez, és visszamegyünk a Nílusvölgyi civilizációra, a Sumér civilizációra, az Indusvölgyire, főleg ugye Mohenjo-daro, Harappa, de nincs bejelölve, ugyanúgy mehetnénk az amerikai kontinensre, és még a Kárpát-medence sincs itt még bejelölve, de kezdeteknek foglalkozunk inkább ezzel a résszel, ennek a résznek a mitológiájával. Különösképpen azért, mert nagyon sok olyan dolog van, amit mindenfelől hallunk, olvashatunk, és ugye ilyen fantazmagóriának tűnt még régen, hogy ezek között a kultúrák között nagyon-nagyon jelentős hasonlóságok vannak. Olyan jelentősek, hogy ezt már nagyon nehéz a véletlennel ráfogni, hogy ez véletlen. Megnézhetjük, hogy körülbelül ugye a kontinensek között is micsoda épületek vannak, micsoda építészeti stílusok, a mumifikálással kapcsolatban, hát nyilván a piramisokkal kapcsolatban,
Mert a piramisokkal kapcsolatban szinte csak azt sugálják, hogy Egyiptomban van piramis és kész. Tehát nem nagyon forszírozok ezt, hogy hát nem csak Egyiptomban vannak piramisok, hanem a világ minden részén. Hát ugye piramis kultúrának nevezzük ezt, és hogy vajon ezek között nincs semmiféle kapcsolat. Mert azt akarják nekünk ugye a mai tudomány állása szerint bemagyarázni, hogy ezek között a világon semmiféle kapcsolat nincs, ezek mind maguktól jöttek létre, minden népcsoport ugye ugyanazt találta ki, és hát ez csak véletlen. Hát ezen érdemes lesz majd elgondolkodunk, hogy valóban véletlen-e, és hát azt is újra kell értelmeznünk, hogy vajon mit célt szolgáltak ezek a piramisok, mert hogy temetkezési célt nem az hétszentség, hiszen sehol nem találnak bennük ugye temetkezés utaló jeleket. És ráadásul még Magyarországon is vannak piramisok. A Pilisről ne is beszéljünk. Említettük az előző adáson, hogy nagyon érdekes módon vannak ilyen nagyon régi híres városok elhelyezve a térképen, vagy felépítve. Itt ez a híres neves 30. szélességi kör. Ugye ott van a gízai piramisok ott vannak, akkor ott van Petra, ugyanitt van ugye Eridu vagy úrvárosa, akkor Persepolis. Hogy ezeket a városokat hogyan tudták, hogy oda kell építeni? Tehát miből gondolta egy nép, hogy na ezt a város ide építjük? És pont véletlenül ugyanott van mindegyik. Ez valószínűleg csak úgy lehetett, hogy fentről nézzük az egészet, és tudjuk, hogy hol helyezkedik el. Na de hát ezt nem lehet, ugye? A mai tudomány állása szerint hát fentről ezt nem lehetett látni, hiszen ahhoz repülni kellett volna tudni. De hát én mondom azt, hogy hát az istenek tudtak repülni. Azt mondják, nem? És akkor még ezzel kapcsolatban, ezzel a résszel kapcsolatban én mindig össze szoktam kötözgetni az ilyen ókori városokat, és a mitológiákból keresek ilyen dolgokat, és összekötöm. És nagyon érdekes szabályos háromszor jött ki, mondjuk az Ararát-hegységet, a Dondodani Jós helyet, meg a Tébát összekötjük. Nagyon érdekes háromszög jön itt ki. Ráadásul még vannak más helyek is, ugye, mert ha itt megjelölöm, az például a Sinai hegy, ott például ugye az Kréta, és az pedig ott Trója. Tehát ezek a városok tényleg ilyen vonalak mentén helyezkednek el. De hát ez csak akkor fontos, ha mondjuk légiúton közlekedünk, hogy megtaláljuk, tehát a tájékozódás miatt. Az Ararát az nagyon különleges tájékozódási pont, mindenhol benne van, és onnan lehetne összekötni a dolgokat. Ha repülési szakemberek lennénk, akkor ezeket a légi folyosókat, meg háromszögelési pontokat, azokat nagyon jól megtalálhatnánk. És a Sínai hegy megint egy érdekes rész ezen. Hát ezt több helyen említik, ugye még a Biblia is említi, a Judeo Biblia is ezeket a helyeket, hogy nagyon fontosak, de nyilván más szemszögből említik meg ezeket a helyeket. Tehát ezekkel sem nagyon tudunk mit kezdeni, és akkor hát mivel nem tudunk még mit kezdeni? Írtam egy néhányat ugye, hogy az Anunnaki óriások, ugye, amikről a sumérok beszélnek, ugye az Anunnakik voltak azok az istenek, akik az égből alászálltak. Ők voltak az Anunnakik, Anu volt a főisten, és innen van az elnevezésük, hogy Anunnakik. Ők azok, akik az égből alászálltak. Hát ezeknek a jelenléte komoly zavart kelt a történészek körében. Az istenek földi élete, ezeknek az Anunnaki isteneknek a földi élete szintén komoly zavart kelt a vallásos gondolkodásban. A sumér népkozmológia ismerete, az meg komoly zavart kelt a tudósok körébe. Tehát ha a sumér dolgokról beszélünk, egyfolytában zavart keltünk, mert nem lehet összeegyeztetni a tudomány jelenlegi álláspontjával. És a sumér társadalom puszta léte, az megkérdőjelezi a mai életünk vélt és valós alapjait. Tehát ami a mai életünk alapjait, ugye nyilván a politika és a vallás határozza meg, illetve a gazdaság, meg a tudomány, ezeket megkérdőjelezi. Mindjárt rá is térek, hogy hogyan kérdőjelezi meg, és mi itt a legnagyobb probléma. És miért nem nagyon beszélnek a sumér társadalomról? Egyből Egyiptom után, egyből a görögökről szoktak beszélni a történelemtanároknak is. Maga a Nibiru bolygó léte vagy nem léte, ugye az megint mindent alás, amit a modern világról tanítottak nekünk. Az Anunnakik és az ember szerepe, az pedig mindennek kérdő lesz szinte a múltunkat, jelenünket és a jövőnket. És sumér létét viszont nem lehet letagadni. Mert a világ hemzseg a materiális és a nem materiális leletektől, és ez mind-mind erre a múltra épül. Tehát ez a dolog megkerülhetetlen, de ha nem kerüljük meg, akkor meg óriási zavart kelt. Óriási kérdőjelek vannak, hogy ez hogy lehetséges.
Ezt az egészet nem nagyon lehet feloldani, és ezért, mivel ezt nem nagyon akarjuk elfogadni, ez az egészet mitológiának nevezzük, ami ezekről az időszakokról szól, és ehelyett viszont ez kőkemény valóság. A tárgyi leletek, az emlékek, az mind-mind valósak. Főleg Irán területén vannak ezek a dolgok, meg a Perzsa-öböl környékén, hát nyilván tudjuk, hogy nem biztos, hogy az a háború csak az olajért folyik ott. És hát a Földet ma is úgy nevezhetnénk, hogy Sumer. Ezt idéztem ugye Orosz Zsoltól, de nagyon frappánsan összefoglalta, hogy mi is a probléma ezekkel a dolgokkal. Hát egy zavarba ejtő dolog mondjuk, ilyen leletek kerülnek elő, mondjuk a Sumer városok területéről, amik Annunakit ábrázolnak. Ezek Sumer-Akkád szobrocskák. Az, hogy Sumer vagy Akkád, az egy nagyon érdekes dolog, mert az Akkádok voltak azok a négy csoport, ugye a sémi népek, fekete fejűeknek nevezték őket, akik leigázták a sumérokat. Tehát nagyon-nagyon érdekes az, hogy amikor én is kutatok, akkor nagyon fontos azt tudnom, hogy ez most eredeti sumér, vagy ez akkád átdolgozás, mert teljesen ellentétes dolgok jönnek ki, akár az isteneket nézzük, akár a történeteket, mert újra és újra átírták ezeket a történeteket. Hát nyilván a győztesek azok megpróbálták úgy alakítani a történelmet, meg a múltat, ahogy az nekik a létüket igazolhassa. És mondjuk egy ilyen szobrocska, ez eléggé érdekes, mit látunk rajta? Ezek az Anunnaki istenek, ugye az egyik ugye nőisten, egy csecsemőt szorongat, de mindegyiknek hüllőfeje van. Hüllő, vagy kígyó, vagy sárkány. Ez folyamatosan előjön egyébként az ókori történetekkel kapcsolatban. Ez a hüllő dolog, meg az a sárkány, meg az a kígyó dolog. Aztán, ami még zavart kelt, ugye az, hogy istenekről beszélnek. Ezek a történetek olyan istenekről beszélnek, akik a Nibirun születtek, ugye erről a bolygóról jöttek, például Anu, Enki, Enlil, Ninhursag, ezek az istenek ide érkeztek a Földre. Aztán voltak olyan istenek is, akik már itt születtek, a Földön születtek. Például ilyen volt Innana, Ninurta. Aztán voltak olyanok is, akik a Nibirui istenek, és a majom ember keresztezéséből jöttek, ezt a sumér ékírásos táblák leírják, hogy a sumér istenek ugye megalkották az itt található majomszerű emberből, a saját génjeik hozzáadásával megalkották az embert, vagyis a homo sapiens. És ez le is van szépen vezetve, hogy hogyan. Ugye ez egyébként Enki isten volt és Ninhursag, és ők alkották meg az embert. Aztán vannak olyanok is, hogy ugye a Nibiru istenek és az megalkotott emberek között jött léte kapcsolat. Ekkor születtek a hibridek, ugye, és ezek a hibrideket úgy is nevezük, hogy nefilimek, óriások, félistenek. Vagy éppen azt mondják rá, hogy bika. Tehát ezt az embertípust nevezték el bikának. Nagyon sokszor találkozunk a történetekben ilyen, hogy Zeus a bika, vagy Noé a fehér bika, rengeteg ilyen utalás történik, és ez mindig kérdeztem magamtól, hogy mi ez a bika. Sőt, tehén is van, ugye, mert például Io, ugye tehén volt, vagy Ízisz istenő is tehén képében jelennek. Nyilván a bika és a tehén az összefügg, tehát ez a bika korszakot jelenti, a bika korszak embere, ami a Nibiru istenek és az emberek keveredéséből jött létre. Ezek voltak a hibridek, vagyis a nefilimek. Ezt említi egyébként a Biblia is, amikor az istenek fiai bementek az emberek lányaihoz, és óriások éltek akkoriban a Földön. Hát most is vannak óriások, hát meg kell nézni, hogy hatalmas termetű emberek vannak mai napig, ugye, tehát ez nem lehetetlen, hogy ilyen nagy termetű emberek szülessenek. Ráadásul, ha ugye én megnéztem azt, hogy már az előző előadásban is említettem, hogy fajok között lehetséges-e eltérő fajok között szaporodás, és nem nagyon. Pontosan a faj fogalma az azt jelenti, hogy olyan egyedekből áll, akik egymás között még képesek szaporodásra. Ilyen határesetek vannak ugye a szamár ló között, vagy a tigris oroszlán között, de már eltérő fajok nem tudnak egymás között szaporodni. Viszont, ha a Nibiru istenek ugye a saját genetikájukat beleépítették a majom emberbe, és ráadásul a Nibiru istennők szülték meg ezeket az első embereket, mert másképp nem működött a dolog. És itt jön létre a tudomány, amit én megnéztem, ugye, hogy például a hibriditásnak milyen következményei vannak. Tehát ha
határfajok szaporodnak egymással, akkor abból milyen a tudomány mit állít, hogy mi történik akkor. És ilyen következményei lehetnek, óriás növés, hatújúság, és egészen ilyen különleges tulajdonságok, amik eltérnek a két örök, tehát akiktől származok, annak a tulajdonságaitól eltérhetnek, sőt jobbak is lehetnek náluk. És akkor, ha belegondolunk, ugye miről is szólt ez az egész, hogy a nefilimek, óriások éltek, ezeket félisteneknek nevezünk. Azért nevezünk félisteneknek, mert az egyik szülő Isten volt, illetve Anunnaki, a másik mondjuk ember. Ilyen volt például Achilleus is, félisten volt. És milyen tulajdonságai voltak? Egészen különleges tulajdonságai. Vagy ilyen félisten volt, kétharmad részisten, mondjuk Gilgames, aki nagyon fontos a magyarság szempontjából is, mert Gilgames, ugye Ninurtával azonosítjuk, és Gilgames is azt mondja a történet, hogy óriás volt. Ő is óriás volt. Hát erről nem nagyon szoktak beszélni, de a tudomány, ha a szőlőfajták keresztezéséről van szó, vagy éppen csirkékről, vagy bármi, leírja, hogy mit jelent az, hogy hibriditás, és a hibriditással kapcsolatban milyen problémák jönnek létre. Mondjuk a szaporodásban, hím sterilitás. És nagyon sokszor láthatjuk a istenekről szóló történetekben, hogy probléma van a hímsterilitás miatt. Férfi istennek nem lehet gyereke. És úgy szólták ezt kifejezni, hogy egyik isten levágta a másiknak a nemzőszervét, vagy leharapta, mondjuk Kronosz Uránosznak, vagy éppen Hórusz Szétnek. Tehát nagyon sok, tehát nyilván arról beszélnek ezek a mítoszok, hogy maga az van ez a történet, de azt mi tudjuk, le tudjuk kódolni, hogy hát ez nyilván a hímsterilitásról szól. És például, mivel Osiris is meghalt Egyiptomban, Ízis szeretett volna gyereket, nyilván egy hal lenyelte ugye Osirisnek azt a szervét, mert ugye feldarabolták a gyilkosai, és aranyból készített egy ilyen szervet, azt az arany, azért pedig elment Byblosba, ahol élt egy sárkány, akinek arany volt a magva. És innen jött, és ugye ebből az arany hímtagból született Hórusz Isten. Az a sólyom Isten Egyiptomban, aki a sumeroknál mondjuk Ninurta a megfelelője. És ez a Ninurta, aki Gilgames megfelelője, az nem egyéb, mint a mi történetünkben Nimród. Így van, Nimród. És Nimród is mondják, hogy óriás volt. Tehát ezeket a dolgokat azért tartottam fontosnak megemlíteni, mert rengeteg történetet összehasonlítottam, mitológiát, vallásos történetet, és rájöttem, hogy akár a görögökről van szó, akár a sumérokról van szó, akár az egyiptomiakról van szó, szinte mindegyik ugyanarról beszél. És egy kicsit belástam magam, és rájöttem, hogy valóban ugyanazokról az entitásokról beszélnek. Csak éppen a görögöknél volt Zeus, vagy Poszeidon, vagy éppen Héra, a egyiptomiaknál mondjuk volt Osiris, Ízis vagy Szét, a sumeroknál volt Enki, Enlil, Ninhursag, Innana, egy csomó isten, de ha megnézzük, hogy és belemélyedünk abba, hogy tényleg megnézzük különböző fordítások, hogy melyik isten mit csinált, hova ment, rengetegen történet, unalmas is sokszor, meg néha követhetetlen, de ilyen kis jelző fények vannak, hogy vannak közös pontok. Ez nagyon érdekes. És akkor majd mindjárt erről is beszélek. Tehát egyébként a Biblia is leírta, ugye vannak istenek, emberek, és ugye az istenek fél bementek az emberek lányaiba, ekkor születtek az óriások, a nefilimek, ők a hibridek. Őt nevezünk bikának, és egyébként Pandora szelencéje ekkor nyílt ki, ugye el is mondom nektek, hogy hogyan, de le is írtam egyébként, hogy Prométeusnak volt egy Efiméteus nevű testvére, ugye Prométeus titán volt, épp olyan titán mondjuk, mint Zeus. És az ő testvére, nyilván ők istenek, titánok istenek. Mondjuk ez is érdekes volt számomra, hogyha Zeus is titán, meg mondjuk Prométeus is titán, akkor mi a különbség köztük? Miért nem ugyan erős mondjuk Prométeus is, mint mondjuk Zeus? Miért van az, hogy Zeus a főisten? Miért erősebb ő, mint mondjuk a Prométeus? És a Prométeus testvére vette feleségül Pandorát. Pandora nem volt egyéb, mint egy sárból készített ember, ugye? És amikor az Isten feleségül vette ezt az emberi Pandórát, akkor nyílt ki Pandora szelencéje, hát értelmezzük ezt a szelencét nyilván magyarul, akkor születtek olyan
emberek és olyan lények, akik miatt ugye elterjedt a Földön egy csomó baj és probléma. Hát ebből terjedt el, ebből a hibriditás adta a problémákból terjedtek el ezek a gondok. De ugye a Biblia is azt említi, hogy az embert ugye sárból teremtették, sárból. A sumérok meg azt mondják, hogy fogtak egy, ők konkrétan leírják, hogy fogtak egy itt található majomszerű lényt, és abból ugye beletették az isteneknek a DNS-ét, és nyilván itt semmi nem lett belőle, nem születtek olyan lények, akik jók voltak, és utána csak variáltak rajta, nyilván ez genetika, és utána az istennők kihordták ezeket a lényeket, és így megszülettek az emberek. Tehát itt is valahogy az, hogy sárból, meg egy alantasabb lényből jött létre az ember, itt is megjelenik. Tehát mindegyik ugyanarról beszél, csak kiki a maga módján. És ugye ott láttuk, ő volt Gilgamesh és a barátja. Aztán ugye van itt még egy pár dolog, mielőtt rátérnénk Sumér, ugye az egyik az Eridu. Eridu volt az első város a Földön. Eridu volt, ahol leszállt az égi királyság. Ezt leírják. Le van írva a kőtáblákra. És hát itt is nagyon érdekes dolgok vannak. Egy a lényeg, Eridu szerintem az eredő. Tehát én ezt egyértelműen állíthatom, hogy azért eredő, mert ez volt a kiindulási pont, ez volt a kezdőpont az emberiség történetében. Korábbra nem látunk. És Eridu az a hely, ahova a Sphinx pontosan oda néz. Tehát mindenki találgatja, hogy a Sphinx miért pont arra néz, hova néz. Én megnéztem a Google mapban, modern technika, szépen beállítottam, megnéztem a szélességét, és kipróbáltok ki, ahol Eridu található, szinte pontosan, fokra pontosan, vagy század fokra oda néz a Sphinx. Miért oda néz a Sphinx? Hát mert az a kezdőpont, az a szerintem. És az Eridu-val kapcsolatban az az érdekesség még, hogy az Eridu-i átok volt a legfélelmetesebb, leghatékonyabb és a legrettegettebb kötés a Földön. Mindenki ettől félt, hogy az Eridu-i átoktól. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos hely volt minden szempontból, spirituális szempontból is, és történelmi szempontból is. Még egy pár dolog ezekről a helyekről. Ugye mondtuk, hogy Iránban vannak ezek a sumér városok megtalálhatóak, és hát Iránban tudjuk, hogy most mi van. Érdekes, hogy amikor a kuwaiti háború is volt, meg itt a Perzsa-öböl környékén minden, mindig beadják nekünk, hogy az olajért megy a dolog. Persze, nyilvánvaló, csak nem értem, hogy miért a múzeumokat szokták kifosztani, meg lerombolni elsőként. És miért van az, hogy amerikai kocsik, harckocsik, meg olyan járműek vannak a lépcsős piramisok körül, és valamit kutatnak, keresnek. Ez érdekes dolog, ha az olajért megy ez a háború. Nyilvánvaló, hogyha ezekről a dolgokról elkezdünk beszélni, akkor romlik az összes vallás. Ha ez az igaz, amiről mondjuk mi kérdezgetünk spirituálisan és keresgetünk, akkor óriási gond van. És természetesen óriási gond van. És az ábrahámita vallások, a világot, amelyek ugye ezen a részen legalábbis uralják, ugye nyilván a judeokatolikus vallás, nyilván a zsidó vallás, és nyilván a muszlim, az iszlám, ez mind-mind egy törről fakad, ezeket nevezzük ábrahámita vallásoknak. Ezekkel óriási gondok vannak. Megmondom, hogy mi a gond. Az én gondom. Az én gondom például az ezzel, hogy soha nem értettem, gyerekkoromtól kezdve nem értettem, hogyha van egy Isten, aki jó, jó Isten, akkor az miért bosszúálló? Akkor az miért csak egy népet válasz ki magának? Akkor az miért mondhatja, hogy menjetek ide és öljétek meg az itt lakókat? Mondjuk Kánaánban, mert az lakott terület volt. Az miért mondhatja azt, hogy na most itt aranybordjút készítettek, és akkor a levitákkal öljétek meg a fele népeteket? Hát hogy lehet egy ilyen bosszúálló, védeskező Isten, az a jó Isten, akiről mondjuk én gondolom, hogy nekem az az Istenem. Ez a magyar lelkület az érző, hogy mi a jóra vágyunk. Tehát nem egyeztethető össze az én számomra. És nyilvánvaló, hogy itt legalább két Istenről beszélünk. Ha nem is két Isten, akkor kétfajta erőről beszélhetünk. És szépen az előadásban erre ki is fogok térni, hogy melyik az a két erő. A másik dolog, de már el is felejtettem, hogy mit akartam mondani, de majd vissza fogok erre térni, hogy milyen Isten az, akinek égő áldozatot kell bemutatni, meg véres áldozatot, akinek ez a gyönyör forrása. Tehát nyilván az égő áldozat, dobtatok már nyers hús a tűzre. Hát az még nem is illatos. Tehát melyik Isten az, akinek ez a jó, hogy ég a hús, és ott olyan szaga van meg minden? És melyik az az Isten, aki a vért szereti?
véres áll, ki kell véreztetni mindent. Nekem ez nem stimmel. Azzal az istenképpel mondjuk, amiről én gondolnám, hogy az a jó Isten és az a mindenható Isten. És ráadásul még egy kis szösztenet, ha valamelyik Isten mindenható, ahogy ugye a Biblia ír, akkor miért nem tudta azt, hogy mondjuk Ádám meg Éva mit csinál az Édenkertbe, vagy mit csinál ő általa ugye Sátán, vagy kígyónak nevezett valaki, miért volt ez a bűnbeesés, meg megkísértés, nem értem. Hát ha mindenható, akkor nyilván tudni kell mindenről neki. Vagy nem mindenható. Ez a két logikai válasz van. Ja igen, és akkor itt vannak ezek a városok, Eridu, Nippur, Ur, Lagász, Kuta. Olyan érdekes, hogy annyira összecsengenek ilyen magyar szavakkal. Eridu, eredő. Nippur, nép, úr. Úr, úr. Lagász, lugas. Kuta, kutya. És rengeteg. A nevekkel kapcsolatban a világon rengeteg ilyen van, ami valahogy a magyarral összecseng. És ennek az a magyarázata, nagyon-nagyon nem szeretik ezt, meg nem igazán akarják ezt publikálni, hogy nyilván nekünk ehhez az ős néphez, az ős maghoz, az ős kultúrához óriási kötődésünk van. Talán mi vagyunk azok, akik ezt még őrizzük valamilyen szinten. És minden más nép már elfelejtette ezt. Mi még mindig hordozzuk. És ezért nagyon fontos a magyarság történetével foglalkozni, meg büszkének lenni arra, hogy magyarok vagyunk. Semmi közünk a finnugorokhoz, nyilván, ezt tudjuk, de már ez omladozik is, ez a finnugorság. Látjuk azért, hogy mindenféle felől már repedezik, ropog az egész, és most kezdik el kitalálni a mongol vonalat, meg kezdik nekünk adagolni a türk vonalat. Látjuk ezt még a Kurultájon is sajnos, hogy nagyon efelé megyünk, és még azokat az embereket is kitiltják a Kurultájról, akik mondjuk a sumér mitológiával akarnak foglalkozni, meg mondjuk a ilyen ősi dolgokkal. Tehát aki errefele kezd el kutatni, még ezekről úgymond magyar helyekről is elkezdik kifele tiltani. Tehát nagyon megyünk el megint egy olyan irányba, ami elvisz bennünket a ferde szemű, görbelábú, glac által gúnyolt ugye, magyarság fele, ami nyilván nem igaz. Inkább, ha a sumér dolgokat kutatjuk, e fele jól járunk. Nyilván nem azt állítom, hogy a magyarok a sumérok, sőt, én a végén az ellenkezőt fogom állítani. Hogy a sumérok és magyarok. De nézzük meg, hogy én hogyan gondoltam mindenre. És akkor kezdjük el. Foglalkozunk akkor gyorsan sumérral. Ugye hát ez egy nagyon szép kép. Így nézett ki a folyam menti. Ugye Mezopotámia az a folyam menti társadalom. Sőt, még Babilont sem mondtam, ugye Babilon az Istenek kapuja volt. Bábolna. Tehát még most is tudok olyat mondani Magyarországon, hogy hasonlít. És ezek a történetek kőbe vannak vésve. Vagy agyagtáblákban vannak vésve. Mivel vannak felírva? Ékírással. Az ékírást egyedül a rovásírással tudták megfejteni. Magyarul az ékírás a rovásírásból keletkezett, és nem fordítva. Tehát a rovással lehetett megfejteni az ékírást, és ezeknek az ékírásos tábláknak ezek 100 000 számra vannak a sivatagban. Érdekes módon nem nagyon keresgetik ezeket, sőt a múzeumokban is el vannak raktározva a pincékbe. Nem igazán akar ezzel foglalkozni senki. Nagyon kellemetlen. Ugye az elején felsoroltuk, hogy milyen zavarokat okoz ez a kényelmes, megszokott kis történeteinkben, meg a vallásunkban, hitünkben, akármiben. Na de hát az igazság az igazság. Tehát miért kellene kényelmetlenül érezni magunkat akkor, ha mondjuk kiderül az, hogy ez az egész hazugság volt, nem mi hazudtunk. Ideje lenne már ennek a 2000 éves hazugságnak véget vetni. És annak kellene inkább félni ettől, hogy kiderülnek a hazugság, nem kellett volna hazudni. Vagy inkább folytatjuk ezt a hazudozást. És ezeknek a kőtábláknak, agyagtábláknak talán a 3%-a van esetleg lefordítva, vagy olyan helyen, nem nagyon mernek ehhez hozzányúlni. Még akkor sem, hogyha mondjuk az akkádról van szó, mert akkor is nyomok vannak, és ezek a nyomok nagyon messzire vezetnek, és nagyon súlyos dolgok fel fognak mutatni. De hát Jézus is azt mondta, hogy az igazság úgyis fényre fog derülni. És az igazság, ez sajnos azoknak, akik hazudtak, azoknak nagyon fáj. Nekünk nem fáj nyilván, miért fájna? És egy érdekes képet hoztam a sumér szobrocskákról, meg Isten szobrocskákról, hogy ugye hát a sumér társadalom sokkal régebbi, mondjuk, mint a zsidóknak a társadalma. És hát a sumérokat nyilván nagyon, 6000 évvel ezelőtt nagyon meglepte az, hogy a zsidó szekta szerint a Jahve akkor teremtette meg az eget és a földet. Tehát ha valami sokkal régebbi kultúra, sokkal régebbi történet, sokkal régebbi írott hagyomány a sumér, akkor miért nem az az alap?
Miért kell elhinnünk azt, amit mondjuk a zsidók írtak sokkal később? Azok a zsidók, azok a sumérok, akik azok a sémik, akik leigázták a sumérokat. Hát ez éppen olyan, mintha most a románok írnák a mi történelmünket, meg a szlovákok. Hát írják is. Tehát döbbenet. És nekünk azt adagolják be azokat a történeteket, és úgy tálalják azokat a történeteket. Holott sokkal régebbi történeteket dolgoztak fel. Nem találtak ki ők újat. Hát a sumér az kultúrnép volt. Majd említek, vagy nézzünk ilyeneket is. Hát már eleve a teremtésben problémák vannak. Akkor nézzük ezeket a sumérokat. Ők a mítoszaik alapján, a költeményeik vannak, meg ilyen írott dolgai, ők azt mondják, hogy ők hajón érkeztek valahonnan, egy óvilágból, és a Perzsa öbölön át ugye a Mezopotámia déli síkságaira. Tehát ők oda vándoroltak. Magyarul, tehát megelőzte egy olyan kultúra őket, hogy egyáltalán oda tudtak vándorolni. Hiszen ugye akkor hajókat kellett építeni, tehát az egy nagy kultúra. És akkor még ők oda vándoroltak, és ott kezdték el terjeszteni az ő kultúrájukat. És Enki volt az, Enki Isten, aki édes vizet fakasztott a számukra. Nagyon fontos megjelzni, Enki Isten volt az egyik főisten, Enki Isten volt az egyik főisten, aki a földre érkezett, ugye a párja Enlil és a másik párja Ninhursag, ők testvérek is voltak valamilyen szinten. Enki Isten egy ilyen tudós Isten, ilyen kutató, orvostudományban is jártas volt, ahogy ők leírják legalábbis a sumérok. És a vízhez kötődik. Tehát a víz egyébként az élet, maga az élet, a víz keletkezése. És nekünk is a sok istenünk mind a vízhez kötődik. Nagyon érdekes. Mert a víz az a teremtés, az az élet kezdete. Enki palotá is a vízben volt a Perzsa öbölben. Tehát Enki volt az Isten, aki őket idehozta. Ez egy nagyon fontos dolog. Aztán a sumérok ugye nem voltak rokonságban az ott élő sémi népekkel, akkádokkal, héberekkel, aramitákkal, semmi közük nem volt hozzá, és ők sokkal magasabb fejlettségi szinten álltak, mint mondjuk a sémi népek. És ahol ők ide jöttek, ugye ez előzmény nélküli ez a kultúra, magyarul az ős hazájukban még megelőzte ezt egy fejlődési fokozat, hogy ők ide jutottak, tehát előzmény nélkül ez a kultúra. Valahonnan őket ide hozták. És Enki Isten valószínű, ugye, mert ő volt a főistenük. Nézzük akkor, ugye, ha a Bibliát nézzük, ugye Noénak volt három fia, ugye Kám, Sém, Jafet. És akkor ezektől származtatják az emberiséget, és ugye Kám népe, a tudás népe, ők voltak a sumérok. Sumér azt jelenti, hogy Kiengír, ugye sumér nyelven, a fényúr országa. Ez a fényúr nem egyéb, mint Enki Isten. Tehát Enki a fény. Majd meglátjuk, hogy ez miért lesz fontos. És ők voltak a sumérok azoknak, annak a tudásnak a birtokába, amit később a mágusok, magősök, ugye, akik a médek majd egy törzsévé váltak, nekik a képviselők voltak. A fehér bika, ugye itt megjelenik a bika, Ziusiddu. Hát őt említik úgy a Bibliában sokkal később, hogy Noé. A zsidó neve. De a sumérok már őt megemlítik, mint Ziusiddut. Tehát a vízözön történetet leírják a sumérok is. És annak a fia Kám fia Kus fia Ménrót. Ménrót Nimród. Ménrót bölcs és hatalmas vezér volt. Az úr kegyeltje. Kit átok nem érhetett. Hatalmas vadász vala ő az úr előtt. Az Orion csillagképpel azonosították, ugye az égbolton, és Kús hős párduca néven emlegették. Semmi nem szól arról, hogy Nimród az egy gonosz lett volna, aki istentelen lett volna, semmilyen nincsen. Csak a sémi zsidók történetében beszélnek úgy róla, mint valami nem tudom milyen gonosz szól. Egyébként Jézust is Nimród unokájának nevezték ők, meg mai napig úgy nevezik, hogy Nimród unokája. Nyilván ez sem véletlen. Tehát semmilyen utalás nincs mondjuk itt Noéra, Ménrótra, ami negatív. Hatalmas vadász, óriás volt, a jele a párduc. A párduc. A magyar nemességnek végtelen végig a párducbőr kacagányuk volt. Lehet már nem is tudták, hogy honnan van ez a párducbőr, hogy mit is jelent. Elfelejtették átadni a mítosznak a tartalmát. Hát nyilván ez visszavezethető Nimródig. Nimród volt a föld első királya.
Ugye azt mondtuk, hogy alászállt a királyság az égből. Ők ezt látták. Leírták. Az istenek mondták az embereknek, hogy írjátok ezt le. Nem lehetett istenekről, meg bármiről írni, ha az nem volt fontos. Ha az nem volt igaz. Hát hazugságot nem lehetett írni. És a sumérök ezt leírták. A kusok voltak azok a sumérök között, akikhez alászállt a királyság. És innen származnak a föld első királyai. Ez tény. És akkor megyünk is tovább. Már mondtam, a föld első királya Nimród, vitathatatlan. Nimród, Ménródként is emlegetik. De valószínűleg ő volt Gilgames. Majd beszélünk arról, hogy miért is. Vagy valószínűleg ő ugyanaz, Ninurta. Tehát ha volt egy Isten, és azzal kezdtem az elején, hogy a görögök ugyanazokról a entitásokról beszéltek, az egyiptomiak azokról beszéltek, a hetiták, a sumérok, csak más néven emlegették, mondjuk sumérról, vagy görögül, és másképpen jegyezzük meg a neveiket. De ugyanarról van szó, ugyanazokról a tettekről, ugyanarról a jellemről, ugyanarról a leírásról. Hát nyilván ugyanazok voltak. Csak hát ezt nem lehet elfogadni, mert egyrészt akkor nagyon sokáig kellett, hogy éljenek, hát az ember csak 120 évig él maximum, ugye hát leírja a Biblia. De azt is leírja a Biblia, hogy csak azóta él 120 évig az ember, élhet 120 évig, amióta a bűn eláradt a földön. És mi volt szerintük a bűn? Hogy a Káin és a Sém, vagy a Káin és Sét ága összekeveredett. Tehát itt volt egy keveredés. És ebből a keveredésből lett csak 120 év. Tehát itt is valami hibriditás történt, még a Biblia szerint is. Tehát ez volt a bűn eláradása. És ezért büntetésből ugye 120 év lett az embernek az életkora. Ezek a entitások, királyok, nefilimek, óriások, félistenek, ezek tovább éltek. Tehát ezt nehéz elfogadni. De ha megnézzük a mai tudományt, most is próbáljuk kitolni az ember életkorát. És van rá valószínűleg lehetőség, hiszen valami blokkoló van a DNS-ünkben. De hát ezt valaki leblokkolta nyilván. Hát Isten. De miért? Meg melyik Isten? Hát ezt nem tudjuk. Egyébként, amikor a zsidók panaszkodtak a Jehovájuknak, illetve Mózes panaszkodott, mert ugye a testvére Áron haldoklott, és akkor mondta, hogy a saját Istenük, hát ő az én testvérem, hát menj meg, miért kell, miért hal ő meg, mikor ő téged imád meg veled, és azt mondta nekik Jehova, azért, amit a kígyó tett, azért kellett neki meghalni, nem élhet örökké. Ki ez a kígyó, és mit tett? És Jehova miért nem volt mindenható, hogy miért nem tudta őt megmenteni? Erősebb volt a kígyó, mint ő? Nézzük, hogy mi is volt ez szerintem. Meg a sumérok szerint. Hogy hogyan is lett Nimród a föld királya, ugye összegyűltek az istenek, ezek az idézetek, ezek sumér fordításból valók, eredeti szövegekből le van fordítva a magyarra. És akkor ugye Istár, az isteni úrnő ott volt, Istár, Innana. Ott volt ő is, ott voltak az istenek, és a királyság addig soha nem volt emberé, csak istenek voltak ugye a városokban, és ezek az istenek megválasztották a föld urává Gilgamest. Na hát akkor most Gilgames vagy Nimród? Vagy ugyanaz? Ugyanarról beszélünk. Mert ugye most mondtuk, hogy Nimród volt az első király. Itt meg azt írják, hogy Gilgames. És mi van, ha kettő ugyanez? Gilgames is óriás volt. Gilgames is félisten volt, kétharmad részben isten volt. Aztán menjünk egy picit tovább. Mérótnak volt egy Ankisza nevű felesége, akitől két fia született. Miért is fontos ez a mi számunkra, a magyarok számára? Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták. Hoppá, hát bejön ugye a Hunor-Magor származása. És Ankisza nevének sumér jelentése égföld szülte. Ugyanez a jelző van Innanára és Anahitára, vagy Anyahitára. Tehát ugyanarról beszélnek. Innana, az Ankisza, az anyahita. És akkor Innana volt az a istennő, akitől származnak az őseink, Hunor és Magor. Innana az az istennő, az az Isten anyakép, akire mi, akihez imádkoztunk meg őseink. Lehet anyahitának is nevezni, lehet Ankisszának is nevezni. Lehet boldogasszonynak is nevezni. Vagy nagy boldogasszonynak is nevezni. Vagy Baúnak, vagy Babának.
Ugye itt van egy mezopotámiai lépcsős piramis, amiről azt kell tudni, hogy ezeknek a lépcsős piramisoknak a tetején mindig volt egy fa. Az volt az életfa, és azért volt ott, mert ugye az életfáról hallottunk már a Bibliában, és ez az életfa koronázta ezeken a templomokat, innen a táplálék és a nagyon sok mindennek volt ő az Isten, önök, neki a tiszteletére. Tehát az életfa, vagy a tudásfája is, mert egymás mellett állt a kettő, még a judeobiblia szerint is, az itt volt, ugye innen a tulajdonában. És akkor itt van Bábel tornya, ugye, vagy az ikkurát, vagy lépcsős piramis. Azt kell tudni ezekről, hogy, és az egyiptomiakról is, meg még a görögökről is, a sumérokról is, hogy a templomok, az ókori templomok, az nem a lelki megtisztulásnak a helyszínei voltak. Oda nem azért mentek az emberek, hogy ilyen lelki tisztaságot érjenek el, sőt, be sem mehettek az emberek, csak egy bizonyos szintig. Egyértelműen minden kultúra leírja, hogy ezek a templomok az istenek lakóhelyei voltak. Itt éltek az istenek. És nekik vittek élelmet, hozzájuk könyörögtek, tehát ezek a templomok, egyiptomok is az istenek lakóhelyei voltak. Aztán eltűntek belőle az istenek, aztán tovább is vitték ugye az áldozati dolgokat, a papok meg szépen elosztották maguk között, és kialakult a gazdag papik az. De kezdetben az istenek lakóhelyei voltak ezek a helyek. Mostanság így néznek ki ezek a zikkurátok Irán területén, mai napig azért felfedezhető bennük a rendszer, óriásiak voltak, nagy földek voltak, és a kultúra központjai voltak. Tanítások folytak bennük, egy csomó minden gyógyítástól kezdve, és minden egyes ilyen városállamnak volt egy istene, és ő vezette, egy Annunak istene. Körülbelül 300-an lehettek állítólag, és ők vezették ezeket. Volt, amelyik ugye erősebb volt, volt, amelyik gyengébb volt, volt, tehát nem egyforma tudásuk volt, nem egyforma fegyverzetük volt, nem egyforma voltak, akik mérnökök voltak, valószínű matematikusok, gyógyítók, hadvezérek voltak ilyenek köztük harcosok. Körülbelül így néznek ki több ezer év után ezek az ikkurátok. És akkor megmutatom, hogy hogy néz ki Eridu. Most, Gogma. Mit veszünk észre rajta? Porig van rombolva. Teljesen porig. Betonig le van. És láthatjátok itt, nyilván nem az én szememért, hogy van egy, ez mint egy óriási kráter lenne. Ez egy óriási, semmi egyéb, ez egy nagy kráter. Ott a tereme, szinte szabályosan kör alakú. Ez egy nagy kráter. Mi történt? Hogy pusztult el Eridu? Ugye ma ez az Eridu eredő 100 km van a tengertől, ugye a folyó delta az mindig feltölt, és akkor nem a, régen a tenger partján volt, de most már ugye 100 km-re van bent a sivatagba. Így néz ki. S minden el van szinte pusztítva. Ez olyan, mint egy bombatölcsér, mintha felrobbantották volna az ókorban. És ráadásul ugyanezek a bombatölcsérek vannak jó néhány ilyen helyen, sőt, a föld több pontján, Mohenjo-Daro, Harappa, és ezek azok a helyek, ahol például innen a uralkodott. Valakik elpusztították, háború volt, harcoltak. Le is írják a sumérok. Nem én találtam ki, én csak összegyűjtöttem. Nézzétek, mi is mit gondoltok erről. Az üvöltő vihar befette, mint egy palást, ráterült, mint egy lepel. Azt írják, hogy ez a síralom Eriduért, ez egy ősi mű, azt írják, hogy a szövegbe szerepő pusztító, ez egy metafora. Szerintem meg értsük úgy, ahogy van. Mondjuk hasonlítsuk össze Hiroshima-val. Befette Eridut, Eriduban zengett a tomboló vihar, Enki atya a városán kívül tartózkodott, keserű könnyeket sírt. Az az Enki, aki Isten volt, ugye, és idehozta a sumérokat. Ő is sírt, nem tudta ezt megakadályozni. Vajon miért? A gonoszhozó vihar kiment a városból, keresztül söpört az országon, nem tesz különbséget jó és rossz között. A napvilág elsötétült, mintha a nap lenyugodott volna, stb. Stb. Tehát, mintha Anu megátkozta volna a várost, mintha Enlil ítélte volna, ő egy ítélete volna azon. Eridu, az abszus szenti, ami ugye a vízben volt, meghajolt, sarkai szétváltak, leomlott a földre. Ez, ahogy most kinéz Eridu, ez akkor, nem most az amerikai bombázták le, ez akkor történt. Akkor, amikor bronzfegyverekkel harcoltak, maximum tüzet tudtak gyújtani. Mi az, ami így le tudja rombolni ezeket a városokat? Én csak kérdezem. Nyilván a mai tudomány szerint semmi.
De látjuk, hogy mégis. Mit írnak róla még az egyiptomiak? És ugye síralom eridője, az egyiptomiak, elnézést a sumérok. Ugye, és írja, hogy leomlott az ikkurát, a szentély, ami égig ért bele egy romahalmazba, és akkor leírja, hogy melyik Isten mit pusztított el. Ugye Elnil úr, ugye Sumerra támadt, megdöntötte, azt lerombolta, Aruri az Enlil nővére, azt tizedelte meg, Innana lerombolta Urukot, Enki úr, meg sírt a városáért, és minden romokban állt. Az ördögi gonosztevők lerombolták a házat, és annak szertartásait megzavarták. Tehát egyértelműen egy háború volt. A sumérok leírták, hogy az istenek között háború tört ki. Az istenek és a félistenek között. Hol találkozunk még ilyesmivel? Mondjuk a görögöknél. Trójában. Istenek, félistenek harcolnak. Sőt, Indiában leírják. Istenek, félistenek harcoltak egymással. Mindenhol leírják, csak nem akarunk hinni ennek, mert hát az atombombát is most találták fel, meg a puskaport is nem régen. Na de mi van, ha valóban ezek az Annunakik, és hát nyilván erről van szó, ezek az istenek voltak, az ősi istenek, akik megbuktak, hiszen ilyen pusztítást vittek végbe. Az ő képmásukra lettünk teremtve. Mert azt írják ugye a sumérok, hogy ahogyan a földi élet az az égének a tükörképe. De az eredeti mindenben az égben van. Na hát, ha ők ilyenek, akkor csodálkozunk, hogy az emberiség itt tart. Tehát valamilyen szinten itt megbuktak ezek az istenek. Már másodjára, mert a vízözönnél is megbuktak. Mert a vízözönnél ugye ők úgy írják le, és hát nyilván mi a Bibliában a polkorrekt verziót olvashatjuk, hogy ugrják, hogy az istenek tudtak arra, hogy jön a vízözön, csak nem szóltak az emberiségnek. El akarták pusztítani. Egyedül Enki volt az, aki figyelmeztette Ziuszullát, vagyis Noét. Tehát Enki megint csak pozitív szerepben van. Enki most itt az, akinek lerombolják az országát. Kik? Kik azok az ördögi gonosztevők? Hát a történelemben ugye úgy van, hogy a fekete fejű akkádok. Na de hát egy ilyen törzsi nép, ilyen sivatagi nép, az rámer támadni az istenekre. Vagy pedig valaki szólt nekik, hogy hajrá. Ugyanúgy, mint ahogy a Kánaánban segítették őket, hogy kiértsák a kánaánitákat. Vagy ahogy most éppen tolják a muszlimokat. Tehát valami van a háttérben. És akkor itt van az a kép, ugye Oppenheimert kérdezték, ő az atombomba atya, hát nyilván zsidó, és azt kérdezték tőle, hogy ugye ez az atombomba, amikor megalkották, hogy hát ez a világon ez az első. És azt írta, hogy ez volt az első atombomba, igen, aztán elgondolkodott egy kicsit, tartott egy kis szünetet, és azt mondta, hogy legalábbis a mi korunkban. Vajon miért mondott ilyet? Egy komoly tudós. Nyilván ők tudnak valamit. És itt vannak ezek a fertőzött területek, ahol mai napig ki lehet mutatni a sugárfertőzést. Amit nem ért fertőzés, az a sínai félsziget, ahol Mózes 40 évig barangolt állítólag csak céltalanul. Nem céltalanul. Keresték az űrrepülőteret, meg olyan fegyvereket, amivel el tudták majd később foglalni a Kánaánt. Tehát én meg tudom mutatni, hogy hol jártak. Érdekes, ugye az űrrepülőtér, meg a Marduk által elfoglalt, tehát Marduk, Jehova, Jahve, ez ugyanaz. A sémi népeknek az istene Marduk isten. És a Marduk isten volt az, aki ellen Nimród harcolt. Ahogy úgy írja a Biblia, hogy Nimród isten ellen lázadt, mert égigérő tornyot akart építeni. Hát ez megint a polkorrekt előadás a zsidók részéről. A valóság, ha olvasok a sumér legendákat, mítoszokat, az az, hogy igen, égigérő épületek voltak, hát azok voltak az ikkurátok. Nyilván nem vallási célt szolgáltak, az istenek lakóhelyi voltak, vagy rádiótornyok, vagy repültek is ezek az istenek. Hát le is írják, hogy repültek, hát most mind csodálkozunk ezen. És ezek között egy háború tört ki, ami két fél között zajlott. Nem egy isten vívta, vagy nem kettő, két csoport. Egy gonosz, meg egy jó szándékú. Az, hogy gonosz vagy jó szándékú, az attól függ, hogy az emberiséggel szemben ők milyenek. Enkiről tudjuk, hogy megmentette a vízözönnél az emberiséget, aztán Sumérba ugye ténykedett, tehát Enki az, aki jó a mi szemszögünkből. És akkor ki az, aki rossz? Mondjuk Marduk, vagy Enlil, vagy az Enliliták, vagy Jehova, vagy bárki más. Hiszen háborút hozott, pusztítást hozott.
és azokat pusztítja ki a mi fajtánk, vagyis Nimródékat. És ez a terület, ez sugárfertőzött terület lehet, mai napi sugárfertőzés mérnek. Nagyon-nagyon komolyat. És ez elpusztította a sumérokat. Aki tudott, menekült. Ugyanezt történt Harappában, Mohanjo-daróban, mindenhol atombomba-szerű pusztítás ment végbe a világon. Több helyen, egy időben. Az istenek egymás életére törtek, és a népeket elkezdték pusztítani, a másik népét. Nem a népeknek voltak istenei, hanem az isteneknek voltak népcsoportjai. Ugye Jehova is kiválasztotta a zsidókat. Nimródéknak volt az a kis népe, ami volt. És ők elkezdtek menekülni, aki életben maradt. És mivel ilyen szétzilált volt, és ilyen csapás érte őket, nem tudták megakadályozni az akkád fekete fejű pusztítást. És az akkádok így tudták Marduk Isten segítségével elfoglalni ezeket a területeket. Később az akkádok megkeresték a sumér kőtáblákat, a jóstatokat, átkokat, és nyilván átírták az istenek nevét, mondjuk a jóisten, aki mondjuk Enki volt, átírták Mardukra, vagy Enlilre. És kész, megtörtént az, hogy mi kapjuk azt a sztorit, a jóból csináltak rosszat, a feketéből fehéret. És már lassan majd meg fogjuk érteni, hogy mi a probléma a Bibliával is. És akkor elkezdtek ugye szétszéledni. Volt, aki felvette a harcot, volt, aki pedig elmenekült, és nyilván volt, aki sugárfertőzést kapott. Nimród a vitéz király napjaiban tűz tűnt fel, mely a földből szállott föl. Képzeljünk el egy atomvillanást. Oda ment hát Nimród, aki az istenek kegyeltje volt, aki óriás volt, aki a legnagyobb harcos volt, akit az istenek tettek meg királya, a föld urává. És Nimród oda ment, meglátta és leborult előtte. Tehetetlen volt. Nem az Isten ellen lázadt, nem az Istennel harcolt, Marduk Istennel harcolt. És Marduk Isten volt Ábrahámnak az Istene. Tehát az ábrahámiták Istene és a Nimród Istene ős ellenségek. És innen van a mai napig tartó üldöztetése a Nimród népének. Le van írva, értelmezni kell. Tehát buktak az istenek óriásit. A háború pusztítása, ugye, hát ha felidézzük, hogy ők írták le, több évvel ezelőtt. Nekünk semmi más nem kell, mi már tapasztaltuk, milyenek a modern fegyverek, körülbelül tudjuk, hogy ez tényleg ilyesmiket írtak le. Nyilván ilyenek nem létezhettek a mai tudomány szerint akkoriban. Kivéve, ha az anunnakik hoztak magukkal, és hoztak egyébként. Hová tűntek az istenek? Ugye, hát volt, aki meghalt. Volt, aki elvándorolt. A legtöbben elmentek a boldogok szigetére, nyugatra. Mindig a túlvilág nyugaton van, minden mitológiában. Mi van nyugaton? Amerika. Mi kezdett utána felvilágozni az amerikai kontinensen? Hát a inka, maja, tolték, azték, mindent, ez a kultúra. Most kezdik felfedezni a dzsungelben, olyan lézeres technika van, hogy most már úgy átvilágítják a dzsungelt, és rádöbbenek, hogy a század részét nem látták még, az óriási. Akkor a városokon több millióan laktak benne. Megmagyarázhatatlan. Ott is egyszerűen csak kipattant a kultúra. Hát miért? Mert elmentek az istenek oda. Aki megmaradt. És hát az építészeti dolgok, meg a hasonlóságuk, a tollas kígyótok, ez mind, ez bizonyíték erre. Ugye, vaja victis, jaj, legyőzötteknek. Hát akit legyőztek, annak a kultúráját, történetét mindent meghamisították. És innestől kezdve mi azt kaptuk tálalva, amit az akkádok adtak elő, akik tulajdonképpen elpusztították a sumér kultúrát. És mi ezt kapjuk. Nyilvánvaló, hogy akkor ami nekik a jó, hogy az ő istenük a legnagyobb, meg legerősebb, az nekünk az nem jó, mert pont az a miénk ellensége. Tehát a Nimród istene, ugyanúgy, ahogy a Jézus istene sem, az nem ugyanaz, mint az övéké. Hát Jézus ezért kellett megölni. Ő tudta, hogy miről is van szó. És akkor innen kezdődik, vagy folytatódik még a magyarok története. De még mielőtt erre rátérek gyorsan, nem tudom az időben, hogy vagyok, de mindjárt megnézem, hogy gyorsítsak vagy lassítsak. 6 óra. Jó. Akkor nézzük már gyorsan még a magyarok történetével kapcsolatban az anunnaki isteneket, a sumér isteneket. Mert
Nagyon fontos, mert a magyarok történetében ez teljesen összefügg. Senki nem beszél erről, senki nem tanítja, nem is akarnak. Itt vannak a főistenek. Ugye a sumér isteneket, Anunnakikat úgy fordíthatjuk, égember. A világmindenség építőköve, a világmindenség alapkövei voltak ők. Tehát így hívták őket. Az égből érkeztek. Mindenki azt mondja, az égből érkeztek. Ja, és hát égből érkeztek, és mégis húsvérek voltak. Tehát ez nem az az istenségről van most szó, mint amit most akarnak belénk táplálni. Tehát ez egy megfoghatók voltak. Vágyaik voltak, érzelmeik voltak, hibáik voltak. Tehát nyilván húsvérből lehettek. El is lehetett őket pusztítani. Ott van Anu a főisten, ő nem nagyon foglalkozott. Ugye a magyar nyelvben is van, hogy atyaisten, öregisten, jóisten, nagyon sokféleképpen nevezzük őket. Ott van Enlil, aki főleg a viharisten volt, harcos isten volt, és ő nem szerette az embereket. Ő nem igazán a sumérök írják le, hogy ő nem szerette az embereket, sőt, hagyta elpusztulni őket a vízözönnel. Ő döntött úgy, hogy ne szóljunk neki, csak Enki szólt ugye a Noé-nak, tehát ez Ziusidunak. Ott van Enki isten, akiről megállapítottuk, hogy az emberiség jótevője volt. Nézzük már meg, mi van a jelképe. Két oldal, mi van ott a fejénél? Két kígyó. Enki isten jelképe, két kígyó. Enki a kígyó. A Bibliában a kígyó a gonosz. A kígyó adta a tudást, ugye ő rontotta meg Évát. Hát miért lenne az baj, hogy az emberiség tanult? Nem. A kígyó Enki volt. És így adják el a zsidók, hogy Enki volt a gonosz. Nimhurszág. Ő egy olyan istennő volt, aki jóságos volt, gyógyító volt, orvos volt, szintén az emberiség jótevője. Enki és Nimhurszág hozták létre az emberiséget. Ahogy a görögök mondják, ugye, hogy sárból gyúrták, stb. Igen. Ők azok, akik megteremt, az emberiség teremtője Enki és Nimhurszág. Az emberi fajé. Leírták a sumérok. És ott van lent Innana, aki itt született már a Földön. Tehát ő istenek utóda volt, tehát 100%-os isten, Anunnaki. Most az isten az olyan érdekes ebben az összefüggésben. És Innana, mivel itt született, az első volt, aki a Földön született, nem a Nibirun, ezt a sumérok írják. Ezért égföld szültének nevezték. Égföld szülte. Innana, harcos istennő, a sok mindennek az istennője, majd foglalkozunk ezzel. És hogy ő miért nagyon-nagyon fontos a magyarság számára, most majd mindjárt kifejtjük. Az isteneknek a leírása, számtalan félét lehet találni, össze van keverve. Nagyon sokszor tudatosan, szándékosan vannak összekeverve, ki kinek az utóda, ki kihez tartozik. Ezt csak egy mintának hoztam, de ez le van írva. De nyilván én sem vagyok sumerológus, én nem tudom az ékírást olvasni, én az akkádot sem tudom olvasni. Tehát ha kapunk információt, mondjuk Badinyi Jóstól, vagy bárkitől, mindenhonnan információt gyűjtök. Soha nem tudtam úgy összeállítani a sumer istenek genealógiáját, hogy az valamivel stimmeljen. Úgy állítom tehát össze, ahogy én érzem. Tehát a történetekből. És nem mindig úgy van, ahogy leírták. Mert amikor kicserélnek két istent, akkor az utóda pont a másik istenhez fog kerülni. Holott a jellemzői egészen mást mutatnak. Mondjuk a Ninurta ugye Enlilhez tartozik, mintha Enlil gyereke lenne, de hát nyilván kicserélték Enlilt Enkivel az akkádok, és akkor innestől kezdve Ninurta Enlil gyereke. Holott teljesen mást mutat ez az egész. Tehát nem lehet ilyet találni. Nagyon egyszerű a dolog, az autószerelő inasokkal csinálják meg ezt a trükköt, azt mindig el szoktam mesélni, hogy amikor a öreg, rafkós autószerelők ugye ne akarják leckészetni a tanuló fiatalt, szétszer egy automotort, és akkor gyorsan elvesztek, vagy 3-4 kis csavart, alkatrész, és eldugják. És a szegény autószerelő az, hú, hogy kéne ezt összerakni, hiányzik belőle minden, de a végén ugye megmondja, hogy hiányzik, vagy tesz bele, kipót, és összerakja. Na, de az igazán profi csalók, azok nem ezt csinálják a legrafkósabb autószerelők, a mesterek, hanem azt csinálják, hogy hozzátesznek még vagy 4-5 csavart. És akkor van baj, mert honnan maradt ez ki? Tehát nekünk is azt csinálják, hogy nem tüntetnek el dolgokat, mert minden kezd fényre derülni. Tehát nem eltüntet, már nem tudják eltüntetni, mit csinálnak, hozzátesznek egy csomót. És akkor aztán rakjuk össze a francba, hogy hogy van ez, és minden millik a képbe. Tehát ezt csak egy mintának hoztam, rengeteg ilyen van,
De minden esetre le van írva, hogy ki, kitől született, tehát itt szaporodtak a Földön. És itt születtek az istenek, itt születtek a félistenek. Mindeniknek van jelképe. És nagyon fontos, megint idejövök, hogy ott van fent, ugye Ea, az Enki isten, ott középen fent. Ugye kosfej, halteste van, bocsánat, bika feje van, meg a kosfej is ott van. Egyébként az egyiptomi Luxornál ugye végig ilyen kosokból volt a bejárat, nem tudom hány kos van ott. Tehát a kos, meg a kusiták, meg ez a korszak, ez nagyon fontos ebből a szempontból. Meg a hal például, mint jelkép, az a víznek is a jelképe. És nagyon érdekes, hogy ez a hal szimbólum, az megjelenik itt a képen, és az a, meg ott van még a kígyó is egyébként, és a hal maszkos papok végeznek szertartásokat, egy valami különleges bokor, vagy nem tudom mi van ott, és nézzük meg ezeket a hal maszkos papokat, hogy ugyanaz a mostani pápa fejfedője ugyanolyan, mint a hal maszkos sumér papoké, akik Enkinek voltak a főpapjai. Sőt, Enkinek a szenteledelés a hal volt. Jézus ugye szintén a hal a jele. Nagyon érdekes. Hogyha ez ilyen gonosz volt, meg nem tudom, ki volt az Enki, akkor miért? Miért vannak ezek az utalások rá? Ha Enki volt a kígyó ráadásul. És hát ő volt a kígyó. Sumér idézet, ugye, ezen időben el lett ültetve egy fa, az egyetlen fa. Enki a bölcsisten ültette az Eufrátesz partjára, majd vitorlát bontott, és elment az alvilágba. Elment. Az alvilág az nyugaton volt. Valószínűleg elment ugye az amerikai kontinensre, ugyanúgy, mint Osiris. Valószínűleg Osiris és Enki az ugyanaz. A kígyó, ugye ebben a fában volt egy kígyó, akit nem lehet megbőlni, az elhagyta a gyökeret, az anzumadár, a turulmadarunk, ugye az az anzumadár, aki a fény égi madár, letörte az ágakat, elrepült a hegyekbe a fiával, és a fa törzséből, ami megmaradt, a uruk fiai faradtak egy csillogó trónt innan a számára. Magyarul ebből a tudásfájából, a tudásból, meg az életfájából, ami megmaradt, az innan a birtokolta. Tehát az ő trónját faragták, ebből ő vitte ezt tovább, ezt az egészet. És ez az innana, ne feledjük, hogy a mi ősanyánk, Nimród tárgya, Hunormagor anyja, mint istennő. A másik dolog ugye szintén a életfája meg a tudásfája, az a kettő egymás mellett volt, még a Biblia szerint is, és ott is ott van, hogy ott fészkelt az életfán az oroszlánfejű sas, az anzumadár, ebből lett a turulmadarunk. És ez az égi tudás, az égi ismeretnek a madara, turulmadár. A tudásfa és az életfa egy helyen volt található, és volt benne egy kígyó is. A kígyó az újjászületésnek a jelképe, nem egy gonosz jelkép. A kígyó, hogy levedi le a bőrét, az olyan, mint amikor az ember a reinkarnáció során ugye leveti a testét, és mindig új testben születik újjá. És akkor nem véletlenül készült abból a fából innanának az örök megújulás és termékenység istennőjének a trónja. Boldog asszonyunk, ne felejtsük el! És már is látható az óriási különbség például ebben a dologban is, hogy a Bibliában, a Judeó Bibliában a tudás fájáról való merítés az egy nagy bűn. Az egy nagyon-nagyon csúnya dolog. Hát a nőket azóta is, ugye, hogy micsoda bűnt követett el az Éva, meg innen származik minden probléma. Itt a sumérokban egyszerűen ezt Istentől kapták ajándékba. Tehát a tudásfájánál ugye az ember pár megkapta azt, hogy bölcsességet tanuljon, folytassák a teremtés a Földön, tehát itt a tudás, a tudat, a gondolkodás az Isten ajándéka az embernek. Hát nem ez a logikus, ha belegondolunk? Sosem értettem, hogy mi a fene baj van azzal, hogy az ember pár szakított a tudásfájáról. A zsidók ennyit vittek át az egészből, hogy megvan a tudásfája, nyilván a sumíroktól lopták, megvan a kígyó, megvan az emberpár, ugye, de hát nyilván a nő, mert a zsidók eleve nem szedik a nőket, tehát nyilván alsóbrendű, a nő miatt történt az egész, és hogy az bűn. Kinek bűn ez? Egyetlen Isten volt az, aki nem szerette volna, hogy az emberek ide jussanak, Enlil. Enki, az meg ideadta. Enki jele a kígyó. Tehát Enkitől, a kígyótól kaptuk a tudást. Hol a probléma? Ott a probléma, hogy nekünk a Bibliában, a templomban máj napig azt szajkózzák szegény emberek, akik ezt nem látják át, hogy hát ez micsoda, hogy a tudás fájáról a szakítás, ez egy nagy bűn. Miért bűn a tudás?
Nem értem. De nyilván ez könnyebb, mint gondolkodni. Hát mert az ember könnyű irányítani. Természetesen. Erről van szó. Igen, egyetértek. Még egy ilyen annak istenes dolog. Ugye azt kell tudni, az elején láttuk, hogy vannak ilyen hüllőszerűek. Egyrészt az lehet utalás, ugye, hogy az a kígyó klánhoz tartozik, magyarul az Enki klánhoz, az Enlil klán meg egy másik klán. Vagy pedig például Anu, a főistennek volt egy ellenfele, ugye Alulu, ők küzdöttek meg a Nibirun, az hüllőszerű lény volt. Ő érkezett egyébként először a Földre, a sumérok szerint. Ők írják le. Azt is leírták, és ezért mutattam be az első eladásomba, hogy hogy jött be ugye a naprendszerbe. Hát az nem egy egyszerű. Azért mutattam meg, hogy milyen bonyolult ide bejönni, meg kimenni is még a manapság is. És ők leírják, hogy milyen bajok voltak, hogy nehéz volt bejönni ide. Na mindegy, és ő egy hüllőszerű lény volt. És az ő lánya Damkina, és ettől a Enki és Damkinától született Marduk. Tehát van benne egy kis hüllőszerű dolog Mardukban, valószínűleg tartom. Aztán például itt van Ninhursag, aki a nagy boldogasszonyunk is lehetne, ugye, de vagy innen meg a boldogasszonyunk. Tehát nagyon sok boldogasszony van a mi kultúránkban. És ott van még Bau. Bauról leírták, hogy Ninurta párja volt, Ninurta Gilgamesh, Gilgamesh Nimrod. Tehát ez a Bau, Innana, Ankissa, Istár, anyahita, ez ugyanaz, ugyanarról szól a történet, ugyanarról az entitásról. És ott van még mondjuk Nanna, vagy Shin, Nannar Shin. Ő nem egyéb, mint Allah. A jele, az ő szimbóluma félhold. Nannar Shin, egy fehér szakálú, ő az Allah, a muszlimok Allahja. Marduk fia Nabu volt az, akit a Marduk papuk elüldöztek, ez le van írva. A Marduk papuk elüldöztek, és ő követte majd később ugye Nannar Shint, és akkor ő lett Mohamednek, ő lett az Allahja. Tehát ez az Isten, a Nannar Shin, ő megerőszakolt egy istennőt, ezért ki kellett volna végezni, de aztán pénzen megvásárolta, ezért van az, hogy a muszlimok ne lehet erőszakolni a nőt, nem bűn, hiszen ugye ő is úgy tett a párjával az istenük, a jele a félhold, stb. Stb. És ő is egy isten, illetve Annunak isten. Tehát már megint van egy, tehát a zsidóké megvan, a magyaroké megvan, megvan a muszlimoké is. De szinte mindenki, mert az indiaiknál is ez van, sőt, még a mezoamerikánnál is ez van, ezek az egy virakócsa, vagy bárki. Tehát ezek a történetek ugyanarról szólnak. Bárhogy fonjuk a szálat, összerakjuk, és olyan képet kapunk, ami nagyon érdekes. Isteneknek a városai, hogy melyik istenek melyik volt a városa, melyik volt a népe. Tehát tényleg egy isten kiválasztott magának egy népet. Jól mondják a zsidók, hát csak őket is kiválasztotta valaki, Jehova. Megyünk is gyorsan tovább, hogy beleférjék az időbe. Na akkor nézzük meg gyorsan ezt az Enki dolgot közelebbről. Enki, a kígyó. Ott van, ábrázolják a sumérok, tényleg kígyó képében van. Nem volt ő kígyó, csak ugye ez volt a jele, meg az emblémája. Ő az egyiptomiaknál Osiris isten. És ő Poseidon, a görögöknél. Ugyanarról van szó. Nézzetek utána, ne higgyetek nekem, én rengeteg dolgot elolvastam, és nálam így összeállt egy ilyen kép. Ott a kígyó, minden képen ott van a kígyó, és ott van a szarvas. És az anzumadár, az meg a sólyom. Lassan összeáll, hogy a magyaroknak miért ezek a szent állatai. Tehát ő az, aki jó, aki teremtőisten, atyaisten, mindenki. Enlil a másik isten, aki nem szerette az emberiséget, a sumérok leírják. Ő volt, ő lett már a zsidók isten, meg Marduk isten. Ő Ptah, vagy Bál, vagy Zeus, Él, Tor, ugyanarról beszélünk. Ahol járt, nyilván a népek más nevet adtak neki, de ugyanaz az entitásról van szó. Ott van Enki, megint ott a kígyó tartó. Két kéz, kígyó. A teremtőisten. Eridu-ban az Enki szentében halmaszkos papok szolgáltak. Az Isten áldozata eledele is a hal volt. Milyen érdekes? És láttuk, hogy a mai pápos üveggel milyen érdekes hasonlósága van. A sumérok szerint Enki volt az, aki a nyelvet összekeverte. Majd ezt megbeszéljük, hogy hogyan lehet ezt összekeverni. Ez nem büntetés volt.
a nyelvek, mint ahogy leírja a Biblia, hogy amikor a Bábel-torony összeomlott, büntetésből ugye össze lett keverve az embereknek a nyelv, hogy ne tudjanak még egy tornyot építeni. Valami van benne, hogy ne építsenek tornyot, csak hogy milyen tornyot ne építsenek. Tehát a judeo-bibliát nagyon összekeveri. Ő Enki. Ő teremtette az emberiséget Ninhursánggal. A jele. Nézzük meg, milyen érdekes. Tehát egy hüllőszerű, szárnyas lény, ládásul még egy párducszerű bundája is van, a két kígyó összecsavarodva, ez a szimbólum megjelenik Egyiptomban, Totnál, ugye ő a Tots maragtábláiról, ugye biztosan hallottatok, a nagy tudású volt, nagy tudású, de az ugyanaz. És ott itt a Caduceus, az a szárnyas bot, ami hasonlít ugye a naprendszerünk valódi mozgására, és hasonlít a DNS-hez. Tehát nyilván ez mind utalás arra, hogy Enki volt az, aki a DNS-sel megteremtette az embert. A sárból, ugye a majomból. Nem Darwinnak a fejlődési útja az, ami valóban itt közrejátszott. Utána nyilván az is működik egy bizonyos szintig. Tehát látjuk, hogy Enki semmi egyéb, mint a Teremtő Isten. És látjuk itt, hogy sumér istenek, ugye rengetegszer előjön ez a motívum. Ugye azt mondjuk, hogy az életfa és az istenek az életfával valamit csinálnak. Nyilván sok elképzelés van ez, hogy mit csinálhatnak vele, fölötte az anzumadár, vagy az indugud, vagy egy ugye isten egy repülő szerkezetben, és ezek a kis világok, ez lehetnek a DNS láncban mondjuk az akármilyen adenozin, meg akármilyen kis láncok, DNS meg RNS, bármit lehet erre mondani. Én még meglepően egy magyarságkutatótól is azt olvastam legutóbb, hogy hát ez nem egyéb, mint a sumér papok megporozzák a pálmafákat. Ez egy szertartás. Hát én egyrészt ugye az a tobozszerű dolog, ami mindig náluk van, és az a Vatikánban is ott van a toboz, a főtéren. Én nem látom, hogy ez pálmafa lenne, meg hogy miért kellene azokat megporozni egyébként, de van ilyen elképzelés is. Nézzük, hogy mi lehet még. Én ezt nem fogadom el, pedig egy olyan hölgy mondta, akit sok mindenért tisztelek, mondjuk Marton Veronika. De nézzük először még az Enki szimbólumokat. A szarvas. Ugye láttuk Enkinek a szimbólum a szarvas. Az egy égi jelkép, fényjelkép. A szarvas maga Enki, a fény, a teremtő, az Isten, az élet. A szarvas koronája az életfa. És a szarvas a férfi erő, meg a teremtő erőnek a jelképe, napállat mindenképpen, koronája között hordja, ugye, vagy van a nap, a fényjelkép. Ráadásul az agancsait leveti, visszanő, tehát ugyanúgy a megújulás jelkép, ez a folytonos megújulást, újjászületés jelentheti. És ugye a mi szent szarvasunk itt van, ugye szarvas a jelképünk, ugye Hunor Magos szarvast üldözött. Érdekesség, hogy az eredeti verzióban szarvas ünőt követtünk. Azért, mert a szarvas, hímszarvas már elpusztult, Nimród meghalt. És kit követtünk? Innanát. Azért írja a történet, hogy szarvas ünőt követett Hunor Magor. Bár mindenki agancsal ábrázolja Hunor Magor történetbe, még én is úgy festettem meg. De Nimród meghalt, tehát ő nem követhette Hunor Magor. És érdekes, hogy szarvas ünőt írnak, tehát innanát követték. A másik jelképe a kígyó. Nem gonosz. A kígyó ugye egy isteni őrállat, a napisten védelmezője. A kígyó az még az újjászületés is jelent, és Enkinél mindig ott van a víz, mint jelkép, az eredet, a kezdet és az életnek a jelképe. Miért lenne ő gonosz? Nézzük Innanát. Ugye itt az ég úrnője, Innana, az égföld szülte, rengeteg jelző van rá. Innana volt az, aki Marduk istent legyőzte csatában Egyiptomnál. És innen van az, hogy ugye keverik a mindent látó szemet, meg a Hórusz szemet, nagyon keverik. Meg kell nézni, hogy ez nem ugyanaz. A Hórusz szeme, ugye amikor szétkivette Hórusznak a szemét, akkor antilop szemet tettek vissza, és ez ilyen szent dolog a Hórusz szeme, egy ilyen megvilágosodást jelképez. De a mindent látó szem, az meg egy egészen más, hator istennő volt az, akinek a képében Amon isten elküldte a szemet,
hogy pusztíts el az emberiséget. És akkor leitatták hatos istennőt, meg bort öntöttek szét, és akkor lerészegett, és nem pusztított el az egyiptomiakat. Tehát egy ilyen történet van az egyiptomi történetben, ami azért érdekes, mert egyrészt ugye innen a tényleg harcos istennő volt, ő Hathor egyébként. Hathorként Hórusz istennek a párja. Tehát stimmel, Hórusz mint Nimród, Hathor mint innen a stimmel. Tehát benne van. Egyébként ő Istár, ő Vénusz, az esthajnal csillag a jelképe az égen. Tehát a két legfontosabb csillagkép, mondjuk az Orion, az egyiptomiaknál is fontos volt, ugye az a vadász, ő a Nimród csillagképünk. Ővén a tarsony. És a másik az esthajnal csillag, az meg innana. Hát ez a magyaroknak a két legfontosabb dolga. Megőriztük. Ez ők az őseink. Ja, és itt van egyiptomi ábrázolása Hathor istennőnek. Hát nem ugyanarról szól? Innana, Hathor. Oroszlánon, oroszlánon. Tehát ugyanarról beszélnek. És az egyiptomiakra visszatérve, meg a sumérokra mindig érdekes volt az, én rajzolok, festek, képekben gondolkodom, meg arról jut eszembe csomó minden, mindig úgy ábrázolják, hogy az istenek még ülve is akkorák, mint a többi ember is. Erre az volt a magyarázat, a hivatalos, hogy hát azért úgy van ábrázolva, mert az Isten az ugye, ezzel ábrázolták, az Isten az mennyivel istene, mert mint az ember. Nem igaz. Lerajzolták úgy, ahogy van. Az egyiptomiak mindent, a vadkacsát lerajzolják olyan pontosan. Lerajzolták. Igen, ezek óriások voltak akkoriban. Hát azt mondja, minden egyiptomi képen ott van. Az istenek óriások voltak, nefilimek. Egyértelmű. Összeáll a kép. Nem kell hazudni. Miért rajzolták volna az isteneket kétszer akkorára? Nem, hát úgy néztek ki. Nehéz ezt elfogadni, persze. Miért van például a Szerápiumban ugye azt mondják, hogy ott bikakultusz volt, hát bikakultusz, hát kik a bikák, az óriások, a nefilimek. Bikakultusz volt, és óriási, több 10 vagy 100 tonnás nagy óriási szarkofágok vannak, üresek. Mik vannak benne, most beledobáltak ilyen bikacsontokat. Azt mondják, hogy az ápisz bikákat temették oda 20-valamennyit. És mi van, ha az Anunnaki isteneket temették oda? És azért kellett akkora szarkofág, mert akkorák voltak. Nyilván nem fogják nekünk elmondani. De nézzétek meg, hát egy bikára miért áldoztak volna olyan nagy munkát, még a fáraónak se csináltak olyan múmiákat, mint azoknak a Szerápiumban. És azt mondják, hogy bika volt. Hát persze, a bika a nefilim. Hát mindenki, még Zeus is bika volt. Az óriások. Innana. Illetve ugye anyahita, kezében a kígyó tartó. Ez például krétai lelet. Tehát mindenhol ennek óriási kultusza volt, ennek az istennőnek. A zsidók is elnevezték Lilitnek, mert féltek tőle. Miért féltek tőle Lilittől? Mert legyőzte Martukot, az ő nagy istenüket. Hát ez nagy szégyen. Gyűlölik is érte a zsidók. Ott van Innana. Látjuk, hogy Minál két oroszlánon. Vagy ragadott. Itt ugye ez bagolynak tűnik, de nyilván egy ragadozó madár, valószínűleg sólyom vagy sas. Lehet, hogy bagolyként értelmezték a görögök, és ezért Hérának bagoly a jelképe, de nyilván Innanának ez valami ragadozó madár lehet. És nézd, még a lába is olyan furcsa egyébként, mintha valami sólyom lába lenne. Tehát ez az ábrázolása ennek az istenőnek. Óriási kultusza volt, óriási hatalma volt az istenek között is, az Anunnaki istenek között is. Anunnak a legkedvencebb istennője volt például. Anu. És itt van Istár, nézzük meg, Istár, Innin, Innana. Ugyanarról van szó. A természet, az anyaság istennője, később, úgy mint Szűz Mária, vagy Mária Magdalénából is ugye kurtizán csináltak a zsidók, vagy ugye Szűz Máriát is most is ugye ilyen szavakkal illetik a Bibliából, ugyanúgy ők csináltak Istár Innanából kurtizánt. Tehát ez annyira jellemzőek, hogy minden ilyen nőnek ők azt mondják, hogy kurva. Tehát az istenek kurtizánja. Ők így hívják a Innanát, akit mindenhol tisztelnek. A bölcsesség, a termékenység, a gyógyítás istennője. A víz a jelképe. Ott állatai sólyom oroszlán. Oroszlán. Aztán a földanyát testesítette meg, boldogasszony kultuszunkkal egy az egyben eredeztethető. A sumér Innana szépségre azonosítják ugye anyahitát is, Istár, ugyanaz, Bau, Babba, végtelen nemes kígyó, az a neve. Tehát ugyanarról a csoportról beszélünk, a kígyó csoportról, aki Enkihez tartozott.
És egyáltalán nem gonosz ez a dolog. És a férje Ninurta, az egész emberiség védelmezője, a magas mennyek fénye, gyógyító, hozzá imádkoztak. Nyilván a, majd később, amikor a kereszténység itt elterjedne, akkor a boldog asszony kultusz az beolvadt a Szűz Mária kultuszba, könnyű volt átmenni ebbe az egészbe. De erről van szó. És ő a mi Hunor magunknak az anyja. És nézzük meg, a kígyótartó Amerikába, Krétán, Babilonba, mindenhol megjelenik ez, a, ez az ábrázolás. Vilekócsától, vagy mindenhol. Hogyan? Indiában. Hogyan? Amikor teveháton tudtak menni, és a Kolumbusz ment át először Amerikába. Nyilván zavarbejtő az ő szemszögükből, hogy ezeket nem, erről nem szeretnek beszélni. Zavarbejtő. Véletlen. Ugyanazt ábrázolják. Mai napig egyébként, ugye Hathorként, mai napig is ott van innen ábrázolása, ugye ott a kettős, az a kígyó szálló, a bénes lánc. Ugyanaz. Mai napig. Tehát van, aki azért utána jár a dolgoknak, hogy anyahita ábrázolása, ott a két oroszlán, ő innana, a két kölyke, mondjuk a két oroszlán, mondjuk Hunor Magor. Egy magyar legenda, már eltorzulva nyilván, de az ős magot valahogy megőrizte. Ez a madárlány legenda, nem is tudom melyik településen találták ezt meg, hogy egy Borka nevű lányról szól, aki ilyen szellemi kalandba keveredett, és akkor két kígyónak adott életet, és akkor elnevezték madárlánynak, és akkor a emléből szoptatta ezt a két kígyót, és akkor utána majd madárrá változott, és a karmai közé fogta a kígyót, és az ég felé elrepült. Azért van valami ebbe a történetben. Nyilván így ragadt meg, ugye több száz vagy több ezer év múlva, de még mindig megvan az ősi dolgainkban ez a kígyótartó. Itt is egy ábrázolás, és akkor itt van az, hogy a zsidók nyilván őt Lilitnek ábrázolják, ráadásul, hogy a kígyó hogy elcsábította Évát, és ez mind-mind rossz, rossz, rossz és gonosz. Mind rossz. Holott látjuk, hogy az összes történetből ő nem gonosz. Ő az emberiség jótevője. Ninurta, Gilgames, Nimrod, Mainrod, aki innen a férje. Ninurta, az istenek bajnoka. Nézzük meg ezt a képet, a Ninurta ábrázolást. Mondjátok meg, mit láttok rajta. Ninurta legyőzi a hétfejű sárkányt. A népmeséi mai napig erről szólnak. A királyfi legyőzi a hétfejű sárkányt. Sumér ábrázolás. Anyja, Ninhurszág, ugye a gyógyító, aki az emberiség létrehozásában vállalt szerepet. Apja pedig Enki. Nagyon sok helyen Enlilt írják apjának, nem létezik, nem létezik. De a zsidók kicserélték Enkit és Enlilt, azonnal Ninurta Enlil gyereke lett, és így adják nekünk tovább. Persze, hogy nem tudjuk kibogozni a szálakat az őseinkét. A vadászat istene volt, Párduc úrnak szólították, a gonosz ellen harcoló varázslókat segítette, bal kezében van az oroszlánfejű Anzusas, hát miről beszélünk? Ugyanaz, ugyanaz. A párduc, az oroszlán, a szarvas megjelenik nála is. A turul, ugye a sas szimbolizálja a győzelmet, a fényjelképe a sas, ugyanúgy, mint ugye égi jelkép, fényjelkép a szarvas is, és ez egy hatalmi jelkép. Innen van a turul. Ugyanaz, ugyanarról beszélünk, ugyanazokról az entitásokról. A szarvas is megjelenik, meg a dob. Ugye a sámánok, meg a táltosok is dobra van a révülés. A Ninurta szent egyik kedvenc zeneszerszáma a dob volt. És ugyanaz a Ninurta van az egyiptomiaknál. Ő Hórusz, a sólyom isten. Hát innen van a sólyom, a turulmadarunk. Osiris, Isis. Osiris, Enki. Isis, Inanna. Vagy Ninhurszág, bocsánat. Ninhurszág. Sólyom, Ninurta. Ki harcol kivel? A sólyom harcol széttel, a gonosszal. Szét, Enlil? Marduk? Jehova? Bármelyik lehet. És végül a történetben mégiscsak a Hórusz győzött az egyiptomiaknál, meg a valóságban is valószínűleg, hogy nem volt ez olyan sikertörténet a gonosz számára, mint hogy nekünk előadják.
Tehát az emberiség egészét végigkísérte valamiféle nem emberi entitás árnyéka. Ezek az Anunnakik. Ezt már egyszer mondtam. És ezek az entitások sem voltak homogének. Tehát van, amelyik szimpatizál az emberiséggel, van, amelyik nem. Hát én levezettem, hogy ki az, aki szimpatizált. Cáfoljanak meg. De a Biblia más mond, pont az ellenkezőjét mondja. Tehát a jobból csinált rosszat, a rosszból jót. A Nimrodból Isten ellen lázadót, a ajándékba kapott tudásról egy nagyon csúnya dolgot, az innanáról, hogy ugye ő is nagyon egy csúnya valami. És nézzük akkor meg, hogy nézz a másik oldalt, hogy melyik az a másik oldal, ami a Bibliában a jó, valóságban érzek, hogy nem. Ki a másik oldal? Aki enkiék ellen harcolt, meg a Istenek háborújában ugye a rossz fél volt, a mi szemszögünkből nézve, a zsidók szemszögéből ők a jók. Enlil? Ő lenne Jehova? Vagy az Enlil klánból valaki? Mert ugye több Isten volt. A sátán? Vagy Pazuzu lenne? Vagy Marduk Isten? Ugye ott a mindent látó szem. Mai napig mindig van ez egy ilyen háttérben dolgozó valamilyen társaság. Ők lennének azok? Ugye ez az összeesküvés elmélet. Nyilván igen. Vagy az igigik, az igigi istenek, akik szintén Anunnakik, csak ők az égben maradtak, és onnan figyeltek, és annyit jelent az, hogy igigi, hogy szem. Milyen érdekes. Az igigi a szem. Az igigik a minden látó szem. Ők vannak benne most mindenben, ami a világon történik. Nézzük ezt az Enlilt. Egy biztos, hogy a Sumér vezetését egyik város vezetését sem, legalábbis a fő vezérséget, soha nem birtokolta Enlil. Tehát mivel a Nippur volt az ő városa, soha nem volt Nippur a főváros. Tehát Enlil nem lehetett főisten. Másik, Enlil mítosza nagyon sok hasonlóságot mutat Bál mítoszával. Bál is égisten volt, Bál is viharisten volt, és az akkád hódítók Bált imádták, Marduk, Bál, ez majdnem ugyanaz, ahogy csak másképp nevezték. És Enlil volt az ő istenük, az akkád sémi isten, főisten. És innen van a Bál, Bálzebub, Belzebub, Belfegor. Milyen érdekes, ezt hallottuk valahol, csak épp ördökként, nem? És ez az az Isten, akit ők imádtatnak velünk. A mienket nem engedik, hogy imádjuk. Ezt imádtatnak velünk. És milyen az Isten? Sok minden elmondható róla, de az nem, hogy szerető Isten lenne. A szeretet abszolút hiánya jellemzi. Bosszúálló. És ez a lény, akire azt mondta Jézus, hogy ti a sátán atya gyerekei vagytok. Hát erről beszélünk. Ők a sátán atya gyerekei. A Bibliában ezt imádtatják velünk. A zsidók istenét. A miénket meg nem ismerhetjük, nem tisztelhetjük. Hát itt van az, amitől olyan érzésünk van, hogy össze vagyunk kuszálva. Hát nem mindegy, kit imádunk, kit dicsétünk. A miénket már rég elvették tőlünk. Azt nem szerethetjük. Sőt, bemocskolják, eltitkolják. Van még itt valaki. Kihagytam. Pazuzu. Ez egy démon, egy sumér démon. És milyen érdekes, hogy Pazuzu miért felel? Sáskajárásért, viharokért. Mit is csináltak Egyiptomban? Sáskajárást. Vajon ki az, aki sugott a zsidóknak? Ki segített? Talán Pazuzu? És ő lenne a jó Isten? Talán ő mondta azt, hogy öljétek meg a csecsemőket? Talán ő javasolta nekik, hogy aki bálványt, ugye aranyborjút csináltak, nem aranyborjút csináltak, ápiszbikát csináltak. Tehát a bika képmást kezdték visszaállítani, míg Mózes lejött a kőtáblákkal a hegyről. Addig bika kultusz kezdtek újra tisztelni, és ezért kellett megöletni a levitákkal, a saját népét. A Jóisten ilyet mond, hogy öljétek meg a saját népét. Mi volt az első pont? Ne ölj! Amit ő faragott. Hát ők még nem tudták, akkor vitte le nekik. És mit csinált? Megölette őket. Ő, aki leírta, hogy első pont, ne ölj! Hát gyönyörű. Egy sztori, gondolkodjunk logikusan. Na itt van ez a Pazuzu. Milyen érdekes egy szörnyű dolog. Sáskajárásért felelős. Talán ez segítette? Amikor Mózes mondta az ő istenének, akit vagy égő bokorként látod, vagy de sose látta rendesen, ugye? És mondta neki, hogy hát jelenj már meg előttem, és azt mondta neki az istene, hogy hát nem lehet, mert akkor széttéplek. Hát milyen Isten az, hogy megjelenek a legnagyobb hívem, előtt az, akkor széttépem. És valóban addig kélet, hogy megjelent, és akkor egy kos
bárányt dobott oda neki, és azt tépte szét az ő istene. Hát milyen isten az, ami széttép egy bárányt? Mert annyira éhes? Vagy annyira kell neki a vér? Tehát ez döbbenet. Hát ha csak nem egy démon. És hogy milyen érdekes ez a pazuzú, sumér démon. Hoppá. Hát ezt láttuk, ezt a pazuzút. Nézzétek meg, itt van a Baphomet. A szabadkőművesek sátánja. Ugyanúgy a jobb keze fent, bal keze lent, ágyékából, ugye, hoppá, és ott a DNS lánc. A két kígyó. Tehát magának tulajdonítja az emberiség létrehozását, holott neki nem igazán volt ehhez köze. Sátánistáknak ő a jelképe. Akkor kiről is beszélünk? Ki ez az Isten, akit tisztelnek? És mondhatok még egyet, ez csak érdekesség, ez Tara, ez indiai, ugye? És a legendák azok úgy tartják, hogy az Istenek nevelőjének volt a felesége, és a napisten elrabolta, és akkor háború robbant ki az Istenek meg a félistenek között. Aztán ugye visszakerült a férjéhez, de már akkor fiat szült a napistennek. Ugye ez pont az ellenkező mozdulata, mint amit a Baphomet csinál. Ez pont a fordítottja. És ez nő ráadásul. Ráadásul találkoztam egy ilyen sztorival, nem? Hogy elrabolták valakinek a feleségét, és akkor az istenek, félistenek háborút vívtak. Az istenek is eljött Trójánál. Heléna. Mondjuk azt, hogy Heléna az Ilona? Szép Heléna? Tündér Ilona? Ugyanarról szólnak a történetek. Innana? Tehát történtek olyan dolgok, ami miatt a istenek háború, és valós háború, ez a mítosz, az csak azért mítosz, ugye, mert azt tartjuk. De ennek a mítosznak ugyanolyan valós alapja volt. Azt mesélik el. Csak mi már azt elfelejtjük, nem gondolunk rá. Hát tényleg volt ez ilyen dolog. És azért nem emlékezünk rá, mert tényleg istenek és félistenek vívták. Ez meg összezavar mindent. Ja, és hát Indiában volt ugye Harappa Mohenjo-daro, az Innanának volt a fő területe. Azt kapta Innana, Anutól. És a Harappa Mohenjo-daro földig van bombázva, atom sugárzás mérnek ott is, mint Sumérban, Enki szállásain, Eridu-ban. Hát ez biztos véletlen, meg hülyeség, nem? Na nézzük már meg ezt a pálmafák deporzását. Nekem ez engem annyira érdekelt, hogy hogy van ez, hogy a pálmafákat deporozzák az istenek? Hát én nem látok itt semmit. Látok, hogy ott van egy repülő szerkezet, itt istenek, ott valamit csinálnak, van egy valami, ami szétágazik, meg van ilyen kábel, amit fognak. Ez pálmafa lenne, és beporozzák? Vagy valami más? Mutatok valamit, hogy mi lehetne ez esetleg. Hát én ilyen kutató vagyok, és hasonlít ez valamihez. Nézzétek csak! Egyiptomiaknál is ugyanez volt, ez a dzsedoszlop. Ez a sumérok. Én nézzük már meg! Mennyire hasonlít ez a magas feszültségű szigetelőkhöz? Ismerték volna az áramot? Az elektromosságot? Tudtak repülni? De kizárt dolog, hát ugye, hát Edison hol van még, meg a Wright fivérek. De hát le van rajzolva. Hát inkább egy ilyenre hasonlít szerintem, mint egy pálmafára. De ezt látok bízom, hogy szerintetek ez mi? Hoppá! Egyiptom. Jé, kivirágzott a pálmafa. Tehát megcsinálták, összerakták, és világít. A piramisokban, a sötétben nem használtak fákját, nincs korom a piramisban. Akkor hogy láttak benne menni a sötétben? Ismerték az elektromosságot, az istenek ezt is tudták. Akkor repülni is tudtak? Voltak fegyvereik is? Vagy ez hülyeség? Én logikára alapozok. Én csak mutatom. Szerintem ez inkább hihető, mint a pálmafák beporzása. Na nézzük gyorsan a magyarságot. Mennyi idő van még? Nem sok. Szent örökségünk, amit senki tőlünk el nem vehet. Népművészetünknek az ősi titka. Tehát ha a magyarság valamit nem csak a nyelvében, nem csak a kultúrában, a népművészetében őrizzük ezeket a dolgokat, még a hitünkben is, és egyetlen tulajdonos a magyarság, bárhol éljen. Miért ölnek bennünket, miért pusztítanak, miért tesznek földönfutóvá, és ez egy évezredes dolog. Azóta is, amióta feketefejű sémi népek rátöltek a sumérokra. Hát ezért? Nézzük már meg, ez a sumér ábrázolás, legyen az elektromosság, vagy legyen pálmafa, tök mindegy.
És nézzük meg a magyar hímzést. Amit megőriztünk a tudatunkban. Semmi közük egymáshoz, valószínű. Jó, nézzük a következőt. Tessék, magyar hímzés, sumér. A madarak ugye jelképezik ezt a szárnyas isteneket, de még a szintje is ugyanazok a virágoknak, meg a többi. Nem tudjuk már, mit jelent. Elfelejtettük a mondandóját, szép virág, meg madár. De ha ezzel oda tesszük emellé, és elkezdjük olvasni a sumér történeteket, akkor azt mondjuk, hogy hoppá, hát ennek van jelentése, kódja. Na de mi? Hát nyilván nem a Bibliában van leírva. A díszítő motívumaink, magyar, sumér, mondanom se kell, ugyanaz. Ugyanabból építkezik, ugyanabból a közös gyökérből, bocsánat. Nem sok van már. Nimród hegyén talált dolgok. Ugye Nimród hegyén, megvan Nimród hegye mai napig. Nimród hegyén talált szobrok, ugyanaz, mint a magyar öltözék. Szkíta öltözék. De valami arab, nem tudom milyen, rádzsának a sére, vagy nem tudom kinek a állítólag, ugye. Nem Nimródé. De úgy hívják, hogy Nimród hegy, de nem Nimródnak a... Sumér, magyar, mondani se kell. Véletlenek. Annyi véletlen van ebben a sztoriban. És ezeket gyűjtötték, főleg erdélyek, de nagyon sokan. Tessék, esztergomi oroszlán, a sumér, ezt el is tüntették a Nimród hegyről, egyébként már nincs ott. De vannak fotók, amin még ott volt. Ábrázolja a naprendszert. Nibirut is ábrázolja egyébként. Esztergom. Ugyanez. Merjünk hinni a csodákban. Tatárlaka. Legősibb írás és emlék. Tatárlakan tábla. Az meg egy sumér tábla. Ugyanazok a jelek. Sokkal ősibb, mint mondjuk a sumérak, mondjuk tatárlaka. És innen fogom mondani, vagy azért merem mondani, hogy nem mi vagyunk sumérok, hanem a sumérok is mi vagyunk. Illetve mi őriztük meg legjobban azt az ős dolgot, ami az ős néphez visszavisz bennünket. Ugyanez a tatárlakai, ugyanazok a jelek. Ott van Nimród jele. Ez a Nimród jel csak onnan lemaradt, mert ott még van három ilyen kis ága neki. Ugyanaz a Nimród jel. Mi köze van ennek egymáshoz, ha nem volt valami rokonság a kettő között? Sumér magyar, ugye, ott van a Anzumadár, a két szarvas, ugye, a Turulmadár, a két szarvas, ott van a Turulmadarunk, Hunor, Magor, lehet bármit beszélni róla, egyértelműek a dolgok. És más kultúrában ez nincs. Sumér, pálos, a pálos rend, a Pilisben, ugye, ahol piramisok is vannak. Véletlen. Hát a pálosok biztos úgy ébredtek, hogy ilyet kell farítsálni nekik. Ugyanaz. Hát ők nem jártak Sumérban. Ja, és mit jelent? Ugye két oroszlán, lehet a pálmafa, életfa, tetején ugye a turulmadár, vagy éppen holló, ha holló, akkor hunyadi. Szájában a gyűrű. Mi a gyűrű? Nimród gyűrűje. A hatalom gyűrű. Gyűrűkurát innen vette Tolkien az egyik sztorit. Nimród gyűrűje. Ha az megvan, akkor megint ugye az a hatalomé. Nem merik megbontani a Nimród hegyet. Előkerül. Ha előkerül Nimród gyűrűje, akkor vége a gonosznak. Tolkien innen szedte a sztorit a gyűrű korába. Rovás. Anton Ténusz szórak a Ténusz. Semmi nyelven semmit nem jelent. Sumérul, tessék. Egy ima. Le van fordítva. Semmi nem. És mi se tudjuk, hogy mit jelent. Elveszítettük a mondandóját, a jelentéstartalmát. Tessék, ott van. Sumér. Ez sumér mondóka. Mit keres a gyerekeinknek a szájába sumér mondóka? Anton Ténusz, szórakat Ténusz, szórakat tikitakat, tudja mindenki. A legegyszerűbb. Van jelentése. És akkor mondjuk Torma Zsófi kutatását mutatom itt, ugye. Hát nem én találom ezeket ki. Én is csak ilyen kereső kérdező vagyok, meg álmodó érdekes módon. De más is erre rájön. Persze nem hallunk róla, margóra teszik, letiltják a Facebookról. Na de mi vagyunk a kis kanászok, akármilyen kicsik vagyunk, ott a kis pulikutyánk, mégis többet érünk, mint mondjuk ezek a sémi tanítások, meg ami most van ez a judeó, akármilyen rendszer, meg cionrendszer, ez borzalmas. A miénk ez, a föld a miénk, ez a föld a miénk, ez a tudás a miénk, és örökíteni kell a gyerekeinkre. Nem baj, ha mi vagyunk a kis juhászok, meg akármit, nem baj. Nem a bankárok vagyunk. Ő
valószínűleg többet tudna a ős is, meg többet érez ebből, mint azok, akik egyetemre járnak esetleg. Bármint elnézés az itt egyetemisták, ezt most nem így értettem. Na és akkor gyorsan még a magyarok története, talán egy kicsit belevittelek benneteket, de keressetek, nézzetek utána, lehet tévedek. Nézzétek meg, csak mindenfélét olvassatok el, mert épp az akkádok írták, és az nem jó. Tehát tévútra visznek. De a szívedre hallgatsz, érezzük, hogy nekünk a történelmünk nem ez a megfeszített, véráldozós vallás, meg ez a bűnhődés folyamatosan. Ez egy káosz, ami ebben, meg ez a mózesi hülyeség, ez a gyilkolászás, uzsorakamatozás, ez nem a mi világunk, ez a miénk, a sólyom, a párduc, a szarvas világa. Nézd, keressetek, és aki keres, talál. Ugye a történelmünket hamisítják, a teljes megsemmisítésünket törekszenek. Miért? Már olyan piciké válunk lassan, miért van az, hogy ennyire írtanak bennünket? És kik? És mindig ugyanoda lyukadunk vissza. A Marduk hívő, sémi, feketefőiek, azok küzdenek a fény népe ellen. Lebutítanak, elkorcsosítanak, etnikailag szétzilálnak, elüldöznek, minden eszközzel. Miért? Én ezen gondolom, miért? Hát mindenük megvan, a világ az övéké már, minden pénz ott van. Miért? Mert az egész létük megkérdőjelezhető. Egy szikrával, ha visszamegyünk, hogy mi kik vagyunk, és ők kik. Hát mi vagyunk a jók, nem ők. Mi nem sorstalanok vagyunk, hanem sorsosságunk van a magyaroknak. Attila és Árpád gyermekei nem Saul fiai, és Mérót az ősapánk, nem Ábrahám, és a vízcsapból is az ellenkezője folyik. Folyton holokauszt van, folyton sorstalanság van, folyton Saul fia van. Miért nincs egy Nimród film? Egy Hunor-Magor. Nekünk nem lenne büszke múltunk? Hát a világ legbüszkébb múltja milyen? Könyörgöm. Csak vállaljuk már el. Ha most hatan. Lehet, hogy egy Pápa Jucok koncertenek 6000 vannak, de ők semmivé lesznek. És akkor itt van még egyszer Gilgames, Nimród, ugye, Sumér, Kálc, Skít, a mágus papok. Hát honnan volt a mágus papok tudása? Hát a sumér istenektől. A jövőbelátás, hát Prométheusz is ugye jövőbelátó volt. Hát megjósolt a Héraklész születését, ugye. Ja, és ő is a Kaukázushoz volt kiláncolva, meg az Urál-hegységhez. Milyen érdekes, hogy a mi őseink is mindig ott botorkálnak, ahol valami normális dolog van. És ugye ő Nimród, magához hozta az égi gondviselés jóságát, a szeretetét, a világos tudást, bőséget. Ő lenne az, aki Isten ellen lázadt? Nem. A zsidók Isten ellen lázadt. Ábrahám Isten ellen. Hát Ábrahámot még ki is köttette. Árulás miatt, meg Marduk hívő miatt. És Marduk mentette meg, mert le is dobták Ábrahámot a hegyoldalból. Marduk Isten mentette meg. Valami érdekes módon, hogy fény, tűz, meg minden volt, és úgy menekült meg Ábrahám. Úgy ment, én nem tudom hova, Harránba, vagy nem tudom hova. Hát azóta van ez az ellentmondás. És mivel ők írják a történelmünket, hát mi vagyunk a rossz fiúk. És ha el is hisszük, akkor elég szégyen. De érezzük belül, hogy nem. Nimród hegye. Senki nem mer itt ásni. Valami török, akár arab vezérnek a helye, azt mondják. Hát minden jelképünk ott van. Hunor, Magor, ott van a sólyom, mindenünk ott van. Nem engednek oda menni. De mégis Nimród hegye neve. És ez egy műhegy. Épített, kavicsokból áll. Ha megbontják, omlik az egész. Ha megbontják, ott egy sír. Ott van Nimród. És óriás lesz. És lehet ott a gyűrűje. Nem merik megbontani. Ha ezt megbontják, elpusztítani lehet. Akkor kiderül az igazság, és omlik az összes ábrahámita vallás. Az összes zsidó hazugság. Nem merik. De bántani sem merik érdekes módon. Ezen csodálkozom is. Itt vannak az őseink. Nimróddák. Hát itt temették el Nimródot, aki sugárfertőzés kapott. Nem tudta tovább menekíteni a népét. És ezért a szarvas ünő menekítette tovább innen. Azt követtük az meótis ingoványokon keresztül. Mert ő még mai napig él. Most lehet furcsán néztek rám, és mindent összeomlasztottam ezzel a kifejezésemmel, de még él. És itt van az útja Nimródnak. Ugye Sumérból miért ment ő oda, hogy a Nimród hegyen temették el?
Hát nyilván sugárfertőzött lett minden. Nyilván összeolott minden, háború volt. Itt Marduk hívők voltak. Ment. Addig tudta vinni a népét. Oda ment, ugye ezen az úton az Arasz folyó, a szkítáknak a szülőhelye. Onnan származik a szkíta kultúra. Aztán ment a Kaukázuson át. Prométeusz ott volt kikötve, ugye? Aki tanította az emberiséget. És onnan a Meutiszimocsarak, ugye a Volga, meg a Tanaisz, a Don, meg a Meutiszimocsár, ugye az Alánok, innen már tudjuk a sztorit. És miért ide jöttek? Mert visszajöttek arra a helyre, ahonnan kiáradt az emberiség. Ahol még Enki népéből, magvából, a magból még maradt valami. Ha elpusztul minden, ha bántanak bennünket, hova megyünk? Haza anyánkhoz, apánkhoz, a családi házba. Visszamentek. Nem volt hova menjenek. Mindenhol fekete fejűek voltak, ellenség volt. Egyiptomban is mindenhol rombolták le a régi istenképeket, lekaparták és tették az újat. Mindig gondolkodtam, hogy merték ezt megtenni. Hát úgy, hogy az új azt mondta nekik. És visszajöttünk. Aztán megint, mikor összeszedtük magunkat, kiáramlunk, visszajövünk. Mi lennénk bevándorlók a saját hazánkban? Ugyan már? A Kárpát-medence, a meleg vizek forrása, a magyar őshaza, pallakkultúra, több ezer éves, a világ legősibb pallakkultúrája van itt. Tudjátok, mint ami most van, Tájföldön minden. De ez sokkal régebbi. Tehát innen árad ki az emberiség, könyörül, józan paraszt ésszel. Ki vitte? Hát Enki. Hova? A világ minden részére. Ezért keveredett össze a nyelv. És utána ide jött vissza a megmaradt Nimród népe. Aztán meg Árpád népe, meg Attila népe. Ez egy ág, a turul nemzetség. Tatárlaka, Gyergyó. Az erdélyek még jobban emlékeznek már, mint mi. Az indiai szentirat azt mondja, hogy a szkíták népe fog felébredni leghamarabb, és viszi a tüzet máshova. A szakák, akkor ugye évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt. Hát mi vagyunk a fény, mindenki azt mondja. Az irániak, az indiaiak, minden, ők tudják. Mi meghallgatunk a zsidókra. Könyörgöm. Hogy történt ez az egész? Hogy tudták a zsidók megtörni a sémi népeket, és ez elgondolkodtató? Megkezdték a sumér őslakosság kiirtását, aki megmaradt. Minden vezetőállásba fekete fejű került. Betiltják a sumér nyelvet. Ismerős? Magyarországon mi folyik? Nyelvújítás, kazinci féle baromság. Az nem nyelv, az nyelvrombolás. Vezetőállásban nálunk, ha megnézitek a közszférában, a celebvilágban, a parlamentben, mindenki zsidó. Mindenki zsidó. A sumér hitvilágot, hagyományokat és mítoszokat betiltják. Nálunk is. Hitgyülekezete, történelmi egyház. A magyar fényvallást nem engedik. Ugyanezt csinálják mai napig is. Manipulálnak. Innan a szűzonyából harc és szerelemistennőt csinálnak. Nimrodból Gilgamest. Bevezetik a templomi prostitúciót. Ha nem akar menni, akkor megölik. Ha teherbe esik, meg kell tartani azt a gyereket. Tehát az etnikai összetétel megváltoztatása történt. Aztán a nép menekült, ugye, volt, aki ellenállt, az ellenállást a kusita hunok szervezték. Nagyon sokszor, ugye, ha olvasok, nem tanítják, Hammurapit tanítják, hogy milyen nagy ember volt, a Túrót. Hát ő volt az, aki ezeket irányította, az Akkád, a zsidó. Nekünk meg úgy tanítják, hogy Hammurapi törő kezet, szemet, szemért. Teljesen félretájékoztatnak bennünket. Harcoltak, akik harcoltak. Többször átveszik az uralmat az akkádoktól. De aztán ez az egész elbukik, és az akkádok maradnak felül. Miért is? Megszerezték maguknak egyes északi hunszkíta népek támogatását, akiknek lovas harcmodora egyeduralkodóvá tette őket. Az asszír név azt jelenti, hogy a ló ura, assza úr, huszár. A huszár szó innen ered. És ez az önfia vágta seb, amikor elkezdjük szolgálni a hódítókat. Egyesek átálltak, és így már le tudtak bennünket győzni. Most is ez folyik. Oszd meg és uralkodj. Pártoskodjunk. Nagyon jó, hát nekik jó ez. Ott is megosztották őket, és vége a dolognak. És le tudták uralni a sumér népeket. De nem könnyen. Nagy harcok voltak, és több évszázadon, évezredig
keresztül ment ez a harc. Ez a történet persze nem ért véget, a mai napig tart. Most is ugye a naparcról küzdenek a fekete fejekkel, a világvilágossága a vakvilággal. Nézzük meg ezt a Magyarországot, mi zajlik itt. Vak sötétté akarna tenni bennünket. Páran gyújtjuk a fényt. Aki itt van, azt is él. Valamiért itt vagytok. Bocsánat a tegezésért. Azért, mert valamit érzünk, hogy nem ez a mi dolgunk. És itt az egyén szerepe kiemelkedő, az enyém is. Nekem ezért nem fizetnek, sőt, támadnak egy csomó minden, nekem ez nem érdekel. Nem pénzért csinálom, nem hírnévért, ez egy belső késztetés. Azért, mert nem mindegy, kit szolgálunk. Nem mindegy. Enkit vagy Enlilt. Vagy Mardukot, vagy Jehovát. Magamról egy picit, ahonnan jöttem, az Pocsaj, az Ér mellék, a Berettyó és az Ér folyó közt van. Pocsaj, Ócsa, Ó energiaközpont, azt jelenti, mellette Esztár, Istár, visszavezethető Sumér név, mellette Samarja, Kismarja, Samarja, Sumér árja. Döbbenet, ahonnan én jövök. Ha leások a földben egy tenyényire, olyan edényeket hozok nektek, hogy elcsodálkoztok, meg is hívlak titeket, bárkit, megmutatom. Ősi föld. Senki nem akar ott ásni, senki nem akar tudni semmit. A Turulház viszont ugye Nimrodtól Attilán keresztül az Árpádházig, a Turulház alapítása ugye Nimrodig megy vissza. Erről beszéltünk. Ezek az én festményeim. Sose tanultam festeni, mégis ilyeneket festek. Az Nimrod ugye a két párduc, a Hunor-Magor, az az életfa, ez meg Hunor-Magor. Én is agancsal rajzoltam a csodaszarvast, nyilván ez a hagyomány miatt, meg a jelkép miatt. Már én ilyeket szoktam festeni, én így ápolom az ősiséget. Nem tanultam, valamiért ezt kell csinálnom. Meg nem is, nincs is belőle sose pénzem, mert eladni se tudom. Nem is érdekes. A Turul nemzetség ráadásul az innen származik. A Turoly nemzetség az Ér mellékről származik. Nem! A Esztergom volt a központja, a Turul nemzetség, a Turulháznak. Nem, hol voltunk a Kurultájon? Nem Bugacon, a pusztában van, az Ér melléken van. Ott vannak a bizonyítékok. És az Ér melléket ugye a Turul nemzetségé kapta meg, környékén pedig volt a Gutkelede nemzetség. És innen kellene újraéleszteni ezt az egészet. Nekem a házam az úgy néz ki, megmutatom. Felfestettem azt, hogy Turul nemzetség. És én úgy gondoltam, hogy ha itt volt az Ér melléken a Turul nemzetségnek a szálláshelye, az egész nemzetség innen indult, meg itt volt, akkor kezdjük el innen. És szeretnék az előadásokkal is, meg mindennel olyan kis csapatot összehozni, hogy gyűjjünk össze, és kezdjük el a Turul nemzetséget újjáépíteni. Hát ez nem szól másról, csak a fényről. És ennek a központja, még egyszer mondom, az Ér mellék, nem a parlament, nem Esztergom, nem a bazilika, nem is a bugaci puszta, ahol mongolok vagyunk, meg türkök. Van közünk hozzá, persze, rokonok vagyunk, de mi más irányba vagyunk. Az egy napszekér. Magyarországon Pocsajnál ásták ki. Aztán visszatemettek mindent, és sose többet nem mentek oda-vissza. Nekem van egy csomó ilyen. Mármint nem egészben van, de ha akarnám, egészben lenne. A Sumér rokonság van a napszekérre. És egy csomó minden van még ott, azon a környéken. Nyilván én innen szerzem valahogy ezt az ösztönzést. Erre a környékre számít mondjuk Ady Endre. Például. Meg nagyon sok mindenki. Azon a környéken rengeteg festőíró van. Sokkal nagyobb arányban, mint mondjuk egy átlagot veszünk az olaszban, mint Borsodban. Még egy Borson ilyen feketefejű kolóniát, ha nézzük. Hát én csak ezt ilyen gondolatévesztőnek szántam. Nagyon aranyosak vagytok, hogy ejtetek, meghallgatotok. Nem vagyok sem tudós, se egyszerű tanító vagyok. Egy tanárember, Hajdoltházon ráadásul, tehát én tudom, milyen az a feketefejűek ellen harc. Meg a fényharca a sötétséggel, sajnos, ezt tapasztaljuk, de ez a dolgunk. Ha van kérdésetek, vagy úgy érzitek valamilyen tévedtem, vagy vitatkozhatunk, én csak egyet kérek, ne higgyetek nekem. Csak olvassátok el, nézzétek meg, vegyétek a fáradtságot. És én először ezek a kérdéseim voltak, hogy az Istenek hogy kapcsolódnak. Hát ezek ugyanarról beszélnek, ez egy ilyen megsejtés volt. És akkor elkezdtem kutatni, persze először semmi, mert elaludtam már, olvastam ezt a görög Istenet, már azt sem tudtam ki kicsoda. De elolvastam 10-szer, meg 20-szor.
És akkor találtam ilyen közös dolgokat, és azok összeálltak, hogy ebben is megvan, akkor kiúztam pirossal, ilyen oldalakat írtam tele. Úgyhogy engem nem érdekel se a mitológia, se a történelem, hát én karateedző vagyok, én bunyózni szeretek, én harcos vagyok, meg futballedző, engem ez nem érdekelt. És egy idő óta viszont nem hagy nyugodni, hogy miért kell ezzel foglalkozom, nem tudom, mondom, hogy nekem ebből nincs hasznom. Csak ezt kell csinálnom. És ezekből a dolgokból kijön egy másfajta történet. És ezeket a mitológiát ez alá tudja támasztani. És még akkor is, ha ez nagyon necces, mert nyilván ha az, hogy most van egy Isten, aki annunak és máshonnan jött, hát ez omlasz minden. Persze. Na de mi van, ha tényleg így volt? És sokkal jobban alátámasztja a történetet, mint a Biblia mondjuk. Vagy a hivatalos verzió. Sokkal jobban alátámasztja. Egyezések vannak. Lehet véletlen, de akkor egy jó kis kalandos út ezzel foglalkozni. De lehet, hogy nem. És az a szép benne, hogy legalább nem másokét kell dicsőíteni, hanem a mi múltunkkal foglalkozunk. És még egyszer mondom, nem mi vagyunk a világ közepén, nem ezt állítom nyilván, hanem azt, hogy mi még őrizzük azt az ősi magot, azt az ősi tudást, ami valahol, mikor ez a romlatlan emberiségé volt. Talán a mi népünk őrizte meg legjobban, és legtisztábban, a nyelvünkben, a kultúránkban, a hitünkben, meg a megérzéseinkben. Tehát mi szívvel gondolkodunk. Ez is egy isteni adomány egyébként. Köszönöm szépen, aranyosak voltatok. Ha van kérdés, beszélgethetünk.